Sziasztok! Ma délután szombati rendhajó webináriumunk egy picit hosszabb lesz, mint amilyeneket én szoktam prezentálni. Szerencsére ma nincs csárt, úgyhogy ma sem, mint azokon a napokon sem, amikor szoktunk beszélgetni, nem lesz semmilyen befektetési tanács sem Attila, sem a részemről. Hosszú távú gazdasági kilátásokról, illetve az elmúlt időszak eseményeiről beszélgetünk, ugyanúgy, mint ahogy fél éve tettük karácsony előtt. És azért én kiemelném, hogy a de kockátos. A mai elhangzottak alapján azért nem hozatok befektetési döntéseket még hosszú távon se, és természetesen ezt támasztátok alá több forrásból vett információ, technikai elemzéssel, illetve nagyon-nagyon fontos szerepen a kockázatkezelésnek, money managementnek, stophoz használták, stb. stb. Az elmúlt fél év mozgása alapvetően egy fölfelé tartó, ugyanakkor csapkodó, kirázós piac volt nagyon sok területen. Nagyon-nagyon sok érdekességgel, erre majd Attila ki fog térni, illetve a mögöttes okokkal, a lehetséges forgatókönyvekkel is már fogunk foglalkozni. De ne várjátok tőlünk azt, hogy bármilyen Szentgrát prezentálunk nektek ma, és olvassátok el alul, ami ki van írva, mi szerint a tőzsdézők 76 a veszít, akár cfd kkel kereskedtek, akár részvényekkel, akár RTF-ekkel, tőkátét vagy tőkátét nélkül. Ezt az oldalt mindenképpen olvassátok el. Bármilyen kérdésetek van a chat ablakba, tegyétek föl, aki esetleg a question ablakot használja, az is jó, de szervezőknek könnyebb, hogyha egyszerre csak egy ablak van nyitva, de ahogy gondolom, gyakorlatilag mindegy, de jobb lenne, ha a chat lenne pörgősebb. Most egy picivel kevesebben regisztráltunk, mint a téli webináriumon, de ez a nyárnak tudható be, hogy a szombatnak és annak, hogy valószínűleg sokan nyaraltok. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére sok-sok érdekesség lesz, és fönt lesz ugyanez a Youtube-on. Ezt az oldalt is olvassátok el figyelmesen, és nézzétek vissza, mert van, hogy lesz pár olyan gondolat, nem is pár, szerintem sok olyan gondolat, amit érdemes átrágni majd akkor is, amikor lesznek előttetek csártok, és bárki, aki esetleg kezdő, bármilyen döntést szeretne meghozni, bármilyen brókercégnél is vagytok, az az ilyen kérésem, hogy egy adott időszakig inkább csak demóban gyakoroljátok, hogy legalább ott méretezés, stop elhelyezés, alapvető dolgokkal legyetek tisztába, mert nem szeretnénk azt, hogy veszítenétek bármilyen broker cégnél is vagytok, de természetesen sajnos a törzsdei vesztesek aránya magasabb, mint a nyerteseké. Úgy gondolom, hogy ennyit akartam mondani. Attilával kapcsolatban pedig annyit mondanék, az elemzés központ egy nagyon-nagyon régi oldal főszerkesztője, és nagyon-nagyon a több évtized óta ő már tőzsdézget, elég szépen, és nem véletlenül hívtam meg őt. Én át is adnám neki a szót, illetve megpróbáljuk megosztani a képernyőt, ha esetleg bénáznék, az én hibám, mert ritkán osztok meg úgy képernyőt, hogy a másik ember számítógépén van, de talán rájövök egy-két percen belül, türelmeteket kérem. elvileg sikerült, úgyhogy Attila mindjárt kezdi. Sziasztok! Igen, úgy látom, és hogyha minden igaz, akkor hallható is vagyok. Még Zoli, ha kérhetek egy visszajelzést tőled. Én hallom, illetve látom is a képet. A többiektől a okay. csetablokkal kérünk egy Jaj. visszajelzést, mert lehet, hogy én más látok, mint ők. Jó. Akkor el is kezdenénk, jó? Tehát köszöntök mindenkit, sziasztok, illetve hát, üdvözlök mindenkit. Ha. Ha, ha, kérdés merülne fel a, az előadás során, akkor nyugodtan használjátok a chat, question ablak, mind a kettőt én itt most megnyitottam, előttem van, fogom figyelni, és amikor eljutunk egy-egy blokknak a, a, végéhez, akkor meg is válaszolom. Meg általában az szokott lenni, hogy a, az előadás végére nagyobb mennyiségű kérdés felhalmozódik, azokat megbeszéljük tehát a témával kapcsolatban. Mindenkit bátorítok arra, hogy, hogy nyugodtan kérdezzen. És az, az előadás felépítéséről nagyon röviden csak annyit mondanék el, hogy két, két témánk lesz, amit, amit meg fogunk beszélni. Az egyik azok a, a gazdasági problémák, amelyek, amelyek befolyásolják a befektetési eszközöknek az árazását. Ez lesz a, az előadás első fele és a második felében a, a különböző befektetési eszközöknek a, a, a problémáit, vagy azokat a szempontokat át, amit érdemes átgondolni, érdemes mérlegelni akkor, amikor arról van szó, hogy a részvénypiacon befektetést tervezünk, vagy most itt a, én a részvénypiacot emeltem ki, de alapvetően a részvénykötvény egy versengő befektetési eszköz, tehát igazság szerint egy, 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 átlagos befektető alapvetően mind a két befektetési eszközben gondolkodik. Láttam itt egy kérdést, hogy a cset nem lesz nyilvános. Ezt ha Zoli meg tudja oldani, akkor ennek nincs részemről akadálya, tehát nem probléma az, hogyha más hallgatók is látják egymás kérdését, én azt gondolom, de ezt a Zolira bízom majd ennek a technikai részleteit megoldani. És akkor kezdjük el a, a, a gazdasági problémákkal, és én kiemelnék nektek egy, egy fontos idézetet, vagy egy, egy ökölszabályt, amit a, a, a gazdasági összefüggésekkel kapcsolatban tudunk. Ennek a, az ökölszabálynak az lenne a lényege, hogy az Egyesült Államok gazdasága tűszent egyet, akkor a, a fejlődő országok a piacai megfáznak. Ez számos múltbeli vizsgálat igazolja, hogy azok a változások, gazdasági változások, amelyek az Egyesült Államokban bekövetkeznek, azok hatást gyakorolnak az európai piacokra, a magyar befektetési eszközöknek a piacaira is. Ezért tartom én fontosnak, hogy elsődlegesen az amerikai gazdaság problémáival foglalkozzunk, és erre fogunk egyébként fókuszálni a következő időszakban, mert egyébként a Fed és még ehhez hozzá lehetne a, a, az Európai Központi Bankot sorolni, de gyakorlatilag a globális monetáris politikát ez a két szervezet határozza meg, és innentől kezdve a kisebb országok kénytelenek ehhez igazodni. És ha abban szeretnénk döntést hozni, hogy a következő időszakban mi befektessük a, a, a pénzünket, részvények, kötvények, akár ugye szobáját, az ingatlanpiac és sok minden más, akkor van egy megkerülhetetlen pont, egy, egy, egy közös pont, amit minden befektető vizsgál, ez a kamatok. És látnunk kell azt, hogy a kamatok a különböző utakon, ezt meg fogjuk beszélni, de hatnak a, a befektetési eszközök árazására, viszont a kamat az nem csak úgy a véletlenszerűen ingadozik, és nem csak hasraütésszerűen határozzák meg a, a, jegybankárok, hanem vannak bizonyos szabályok, bizonyos eljárások, amelyek, amelyek megmondják azt, hogy hova kellene tenni azt a kamatot, és azt kell ezzel kapcsolatban tudni, hogy a legtöbb fejlett ország vagy iparosodott országban a jegybankok inflációs célkövetést alkalmaznak. A cél az árstabilitás, és innentől kezdve az infláció egy fontos paraméter lesz annak, hogy hol vannak a, a kamatok. Korábbi előadáson már erről beszéltünk, valószínűleg nem árulok el új dolgot azzal, hogy megmutatom nektek az Egyesült Államokban, ugye a 2022-es évben 8% fölé emelkedett az infláció. Azóta lényegesen csökkent, és most már ugye a legutóbbi inflációs adatunk szerint 4%-os a, a, a drágulásnak az üteme. Ez együtt egy jelzés, és a piaci szereplők most úgy gondolják, hogy mivel az inflációs forgatókönyvünk jól alakul, ezért a monetáris politikában, tehát az emelkedő kamatokban is már közel van a csúcs, és várhatóan ez a monetáris szigorítás nem fog olyan sokáig tartani. Tehát ezt bizonyos fokig árazza a piac, egy optimálisabb forgatókönyvet áraznak a piaci szereplők. Annak ellenére, árazzák egyébként ezt az optimális forgatókönyvet, hogy a jegybanki sajtótájékoztatókból sokkal inkább az derül ki, hogy a jegybank nem elégedett az infláció csökkenésének az ütemével, és nem ezzel a 8-ról 4%-kal van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy a jegybank alapvetően nem ezt a headline inflációt tartja a legfontosabbnak, és a, most én itt néhány idézetet kiemeltem a legutóbbi két héttel ezelőtti FED sajtótájékoztatón, a, a FED, tehát az Amerikai Központi Bank szerepét betöltő szervezet elnöke Jerome Powell kitért arra, hogy az a probléma, hogy ez a bizonyos PCI vagy PCE infláció, és ennek is a magváltozata, tehát a maginfláció nem csökken. És rendben van, hogy a headline inflációban azt láthatjuk, hogy jelentősebb csökkenés következett be. Viszont a, maginflációban, ahogy láthatjátok, nincs érdemi csökkenés. És a kettő között az a különbség, hogy a maginfláció nem tartalmazza azokat a volatilisebb termékeket, mint az az energia, amelyek amelyek eltorzítják kicsit az inflációt, és a maginfláció, amely ezt nem tartalmaz, az sokkal jobban mutatja azt, hogy mi zajlik a, a gazdaságon belül, a középtávú folyamatokat mi jellemzi. És ahogy láthatjátok, a headline inflációban valóban van szép csökkenés, viszont a, 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 a maginflációban nincs. Ez egyúttal azt is jelzi, amit ugye eddig láttunk, hogy alapvetően egy, egy, egy szigorú monetáris politikát követ továbbra is a, a, az amerikai jegybank. Tehát ez az egyik ilyen dolog, ami, ami szembe megy most a piaci véleménnyel, és az inflációval kapcsolatban egyébként több, több vélemény, szakértői vélemény is megfogalmazódott az elmúlt időszakban, az egyik tipikusan arra fut ki, hogy nem magas ez az infláció, mert hogyha összevetjük ezt a 70-es, 80-as évekbeli lényegesen magasabb inflációval, akkor a igazság szerint 13-14 százalékos infláció volt abban az időszakban, amely komoly gazdasági problémákat okozott, mivel most ennek a felét se ért el az infláció. Ezért nem számíthatunk arra, hogy itt most komoly gazdasági problémák lesznek, tehát ez alapvetően egy optimista forgatókönyvet jelentene, ha összehasonlítjuk a 80-as évekkel a jelenlegi helyzetet. Az a probléma ezzel az összevetéssel nagyon sokszor, elkövethetjük ezt, a, ezt, az összevetési problémát, hogy a gazdasági környezet jelentősen megváltozott azóta, és itt most nem is a gazdasági környezetre kell gondolnotok, hanem egész egyszerűen a 80-as évek óta teljesen más metodika szerint számítják a, az inflációt. Ugyanis az 1700-as évektől egészen 1980-ig, a, egy, egy fix fogyasztói kosárral mérték a, az inflációt, akkor valóban ki lehetett magas inflációkat mutatni, és a, a kormány közeli közgazdászoknak akkor az volt a véleménye, hogy ez a módszer túlbecsüli az inflációt. Ezért változtattak a metodikán. A, a változtatásoknak a, a legfontosabb tényezői, hogy megengedték azt, hogy bizonyos termékek helyettesíthetők legyenek a fogyasztói kosárban azon elvalapján, alapján, hogyha ha valami drágul, akkor a fogyasztók automatikusan áttérnek egy, egy helyettesíthető, de alacsonyabb minőségű termékre, tehát ezt felül kellene súlyozni. Aztán a másik, az egyszerű számtani átlag helyett áttértek a geometriai átlagra, aminek az a következménye, hogyha valaminek nő az ára, akkor csökken a súlya a kosárban. Ennek fordítottja is igaz: ha valaminek csökken az ára, akkor növekszik a súlya a fogyasztói kosárban. Tehát az infláció számítás metodikájában ez egy lefele történő korrekciót jelent, tehát csak alacsonyabb inflációt mutatunk ki. És aztán volt még egy, egy fontos hatás, amit korábban nem vizsgáltak, és most már a, nem csak az amerikai, de az európai statisztikai hivatalok is ezt figyelembe veszik, ez az úgynevezett quality adjustment, ez a minőségi igazítás. Ennek az a lényege, hogyha valami azért drágul meg, mert jobb lett a minősége, akkor ezt figyelembe kell venni az inflációs és nem szabad teljes mértékben beleszámítani a, a, a statisztikába. Mondok egy nagyon egyszerű példát hogyha a, az üzemanyagba belekeverünk egy adalékanyagot, ami, amitől jobb lesz a levegőnek a minősége, mert jobban elég az az üzemanyag, akkor ezzel javítottuk annak a terméknek a minőségét. Mivel adalékanyagot tettünk hozzá, ezért ez többe került, de jobb lett a terméknek a minősége. Tehát ezt nem lehet az inflációban kimutatni. Függetlenül attól, hogy innentől kezdete nem tudsz olcsó üzemanyagot vásárolni, hanem csak a jobb minőségű, adalékanyaggal dúsított üzemanyagot tudod megvenni. A statisztikában ez mégse kerül kimutatásra, és aztán ez a minőségi javítás a technológiai vonalon teljes egészében azt eredményezte, hogy alacsonyabb infláció került kimutatásra, hiszen gondoljatok csak arra, hogy 10 vagy 20 évvel ezelőtt a, a, a klimatizált autó ritkaságnak számított, vagy nem volt, nem tartozott az alapfelszereltség közé, ez ma már az alapfelszereltségbe tartozik egy, egy egyértelmű minőségi ugrás, de még sok más ilyen példát lehetne mutatni. Ennek mindnek egyetlen egy lényege van, hogy a mai infláció az lényegesen kisebb, de azért kisebb mert teljesen másképp számoljuk az inflációt, mint ahogy korábban számoltuk volna, és erről meggyőződhettek. A shadowstats.com oldalon rendszeresen közzéteszik a, a becslést, hogy ha az 1980-as évekbeli fogyasztói kosárral számolunk, akkor hogyan alakult volna az infláció? És láthatjátok, hogy egyébként ott 2022 nyarán 15% fölé ment volna az infláció ezzel a régi számítási módszerrel, és az is látszik, hogy a piros görbe az a, az a, a ténylegesen kimutatott infláció hogyan alakult az Egyesült Államokban. Tehát figyelembe kell sajnos azt is venni, hogy vannak az inflációnak olyan komponensek, ami, miatt nem összehasonlítható múltbeli adatokkal. És nem mondhatjuk azt, hogy a jelenlegi infláció az nem magas, mert a 80 években kétszer kora volt, hiszen teljesen másképp számítottuk. Mondjuk azt, hogy a, mondhatjuk azt, hogy az almát a körtével hasonlítjuk össze. Ez, a, ez az egyik olyan tényező, amire oda kell figyelni, és aztán vannak még az inflációval a jövőre nézve, inflációval kapcsolatos további problémák. Az egyik ilyen az árbérspirál, és ez a, az árbérspirál ez gyakorlatilag azt a véleményt támasztja alá, hogy a következő időszakban tovább fog nőni az infláció, pontosan az árbérspirál miatt. Ennek az árbérspirálnak az lenne a lényege, hogy a nőnek a bérek, és a bérek azért nőnek, mert az Egyesült Államokban, de az Európai Unióban is a teljes körű foglalkoztatottság van, a cégeknek versenyeznie kell a munkavállalókért, és a munkavállalóknak jobb az alkupozíciója, emelkednek a bérek. Az Egyesült Államokban is egyébként a szokásoshoz képest nagyobb a béremelkedésnek az üteme. Meg is nézhetitek a. A COVID előtti időszakban, amikor a normalitások keretei között működött az amerikai gazdaság, akkor a bérnövekedésnek az üteme inkább ilyen 2-3 százalék környékén volt. És azóta láthatjátok, hogy jelentős változások mentek végbe. 2022-ben már 6%-os bérnövekedés lehetett kimutatni, és most is egyébként 4% fölötti, tehát a, a korábbi időszakhoz képest magasabb a bérnövekedés üteme. Ez nem csak Amerikában van így, ez az a, a Európai Unióra, de egyébként a magyar gazdaságra is igaz, hogy az elmúlt években egy, egy szinten magasabb a, a, a bérnövekedésnek a, a, az üteme. Na most enne, ezzel kapcsolatban pedig az a probléma, hogyha nőnek a bérek, akkor ez beépül a termékek, szolgáltatások költségeibe, ami növekvő árakat eredményez. Ráadásul, azzal, hogy a lakosság többet keres, az a több elkölthető jövedelme lesz, tehát a keresleti oldalról is egy inflációs nyomást tapasztalunk, és ez a folyamat körkörösen erősíti egymást, a lakosság többet keres, többet fogyaszt, több terméket kell legyártani, még több munkaerőre van szükség, ezért még jobban emelkednek a bérek, és az infláció még tovább és tovább emelkedik. Ez az árbér spirál, ami aggodalomra ad okot, és valóban vannak olyan jelek egyébként, hogy a 2021-22-es inflációban jelentős átcsoportosulás következett be. Mutatom nektek az Egyesült Államokban, Alapvetően három tényezője van a, 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 az inflációnak. A, a tartós javak, ezt láthatjátok zöldel, a, a lakás célú, a, a lakás összefüggő szolgáltatások, ez a sárga, és a nem lakás célú szolgáltatások, ez a, ez a kék. És jól látszik, hogy korábban a, a tartósavak okozta nagyrészt az inflációt, annak a drágulása, most már a tartós javakban nem tapasztalunk egyébként drágulás, sőt és lehet kimutatni, viszont a szolgáltatások területén drágulást tapasztalhatunk. A tartós javakban Magyarországon sincs egyébként jelentős drágulás, az Európai Unióban sincs, de például az Európai Unióban, meg az Egyesült Államokban sokkal inkább a szolgáltatások területén tapasztaljuk a, 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 hogy az teszik ki az infláció jelentős részét. És a szolgáltatások általánosságban elmondható, hogy munkaerő intenzívek, tehát a, a bérköltségek nagyon gyorsan be tudnak épülni a szolgáltatások áraiba. Tehát megvan az a, a kockázat, hogy a szolgáltatásokon keresztül drágulás érhető, drágulás következik be. És erről egyébként a Jerome Powell több tájékoztaton az elmúlt hónapokban említést tett. Az egyetlen egy probléma az árbér spirála, hogy ez csak egy elméletben, ez csak egy elmélet az árbérspirál, és ez nagyon nehéz a gyakorlatban kimutatni, és itt a, a, akit ez jobban érdekel a, a, kifejezetten azok számára itt a baloldali a ablakban én a, felsoroltam azokat a forrásokat, amelyekre, amelyekből én dolgoztam, és itt a témával kapcsolatban most jelent meg egy, egy vizsgálat, a 2000-es évektől a napjainkig próbálta kideríteni azt, hogy az árbérspirál az amerikai gazdaságban milyen szinten van jelen. És Ugye, ha lát, megnézzük a, a, a munkabér, a bérinflációt zöld színnel, és megnézzük a maginflációt kék színnel, akkor azt mondhatjátok, hogy itt igen szoros korreláció van. Ha erre egyébként egy lineális regresszióval egy egy korrelációs együtthatót számolunk, akkor egy 0,8 vagy 80 százalékos korrelációs együtthatót mutathatunk ki. Szoros korreláció van a kettő között, csak nem tudhatjuk az okokozati összefüggést. Nem tudhatjuk azt, hogy a bérnövekedés okozza az emelkedő inflációt, vagy az emelkedő inflációt követik a bérek. És ennek a vizsgálatnak pont ez volt a jelentősége néhány hónappal ezelőtt jelent meg, hogy kimutatta, valóban igaz az, hogy a bérinfláció a szolgáltatások, a nem lakás célú szolgáltatások esetében beépül, viszont ha megnézitek a grafikont, a, hasábokat kellene nézni, az mutatja az átlagot. Tehát átlagosan 1 százalékponnyi bérinfláció, 0,15 százalékponnyi ez 0,15 százalékpontban járul hozzá az infláció növekedéséhez. És igaz az, hogy a, a lakás célú szolgáltatások a tartósavaknál nincs jelentősége, viszont a, a, a szolgáltatói szektorban van jelentősége, de a jelentősége kismértékű. Ugye egy százalékpont szemben a 0,15 százalékponttal. Tehát az elmúlt két évtizedben nem lehetett kimutatni azt, hogy kialakul az árbérspirál az Egyesült Államokban, ugyanis ez csak a kínálati oldal a terméknek a, az előállítási költségei miatti áremelkedést mutatja. Megvizsgálták azt is, de nem raktam be grafikus formában, hogy okoz-e inflációt a megnövekedett kereslet a bérinfláció miatt, ott nem találtak ilyen összefüggést. Tehát azt lehetne mondani, hogy Valóban a szolgáltatások területe lehet az a, az a pont, amire oda kell figyelnünk, mert fenntarthatja a magas inflációt, fenntarthatja a magasabb kamatokat a, a jegybank részéről, de nagyon kicsi annak a valószínűsége a múltbeli adatok alapján, hogy ilyen árbérspirál jellegű forgatókönyv megvalósulhat. Legalábbis az elmúlt húsz év adataiból ez nem következik. Tehát ez a, az egyik ilyen fontos tényező az inflációval kapcsolatban, amit még a következő időszakban érdemes mérlegelnünk. És még egy aktualitásra kitérnék, nem is olyan régen jelent meg, és a hírekben szerintem olvashattatok arról, hogy a felmerült annak a lehetősége, vagy gondolata Magyarországon, hogy meg kellene emelni az inflációs célt. Ugye az MNB esetében 2015 óta az inflációs cél 3% plusz-minusz 1%-os sáv, ugye a középtávú infláció, ebbe a színbe kell a jegybanknak tartani az inflációt. A Fed esetében ez 2%, az LKB esetében is 2%-os inflációs célről beszélünk. Na most, ha megemelnék az inflációs célt, az megváltoztatná gyökeresen a monetáris politikát, mert a jegybanknak nem kellene olyan magas kamatokat tartani, hiszen az inflációs cél alacsonyabb kamatokkal is elérhető lenne. Ez Magyarországon ötlet szintjén felmerült, de ez nem magyar ötlet. Ugyanis 2017-18-tól kezdődően az Egyesült Államokban ez, ez rendszeresen egy felmerülő ötlet volt, és a közgazdászok körében egyébként egy viszonylag nagyobb vita alakult ki a témával kapcsolatban. De nem ezért, hogy hogy a monetáris politikában nem, nem az volt elsődlegesen ennek a célja, hogy alacsonyabb kamatokat lehessen tartani a monetáris politikában, hanem azért került ez elő, mert 2017-18-ra már szembetűnő volt az a, az a probléma, amit úgy nevezünk, hogy zero overbound. Ennek az lenne a lényege, hogy amikor nagyon alacsony inflációs célt fogalmaz meg a, a jegybank, akkor nagyon alacsonyan kell tartani a kamatokat, és amikor bekövetkezik egy, egy, egy gazdasági válság, recesszió, akkor a jegybank nem tud mit csinálni. Hiába csökkenti a kamatokat, a igazság szerint nulláig tudná csökkenteni a kamatokat. Nyilván láttunk arra most kísérleteket, Akár az Európai Központi Bank kísérletezett negatív kamatokkal, de ennek semmiféle tapasztalat nincsen mögött, hogy hogyan működnek a negatív kamatok. Kísérletek vannak a negatív kamatokkal kapcsolatban, és ezek a kísérletek azt mutatják, hogy megváltozik a befektetők döntése negatív kamatok tartományában. Ennek tudatában vannak a jegybankárok ennek a problémának, és pontosan ezért merült fel ez a kérdés az Egyesült Államokban, hogy meg kellene emelni az inflációs célt, és ez a probléma megoldható lenne. Mutatok egy, egy, egy sematikus ábrát arra, hogy ez hogyan oldaná meg a, a, a problémákat. A jelenlegi os inflációs célt láthatjátok itt a, a baloldali grafikonon. A hozam görbe, az X -tengelyen, ugye mutatja az állampapír hozamoknak a lejárati idő függvényében a hozamát. Ugye 10 éves lejáratnál egy 2%-os inflációs cél mellett 1,7%-os hozama lenne a kötvényeknek a recessziót megelőzően. Ha a recesszióra sor kerül, a jegybank megteheti azt, hogy nullába vágja a kamatokat, a rövid kamatokat, itt láthatjátok a, a, a mínusz 0,5-nél, mínusz fél százalékba vágja a jegybank, viszont a rövid kamatok negatívba vágása az nem hozzá el rögtön azt, hogy hogy a hosszabb lejáratokon is csökkenni fognak a kamatok, hanem a hosszú lejáratokon csak egy százalékpontig fog visszaesni a, a, a kötvényeknek a kamata. És ahhoz, hogy... Még lejjebb nyomja a hosszabb lejáraton a, a kamatokat, ahhoz arra van szükség, hogy az úgynevezett kvantitatív vizing mennyiségi enyhítéssel pénzt nyomtatva a jegybank kötvényeket vásároljon, és úgy nyomja le a, a hozamgörbének a, a, a fentebb tehát a magasabb lejáratú részén is a hozamokat. Tehát a pénznyomtatásnak ez az elsődleges célja, hogy a teljes hozam görbén lefele tudják nyomni a kamatokat. Na most abban az esetben, hogyha akár az inflációs cél csak 3%, akkor a legjegy sokkal nagyobb mozgástere van, hiszen a recessziót megelőzően a hozamok egy 10 éves lejáratú hozam a tíz éves lehető kötvénynek a hozama 2,7 százalék. És ahogy láthatjátok, a, a, a mennyiségi enyhítés pénznyomtatás nélkül már itt, 7 százalék pont, tehát 1,7-ből 1 százalékos vágást tudott elérni, vagy csökkentést tudott, itt pedig 2,7-ből 1,6, tehát 1,1 százalék pontos hozamcsökkenést tudott elérni a, a jegybank, ugyanakkor a kamatvágással, tehát ugyanúgy a fél, mínusz fél százalékba történő vágással. Tehát ha így nézzük, akkor sokkal nagyobb a monetáris politikában a, a tartalék egy, egy recesszió, egy válság kezelésében. Ez azért is fontos, mert az olyan kötvénypiacok, mint a, az amerikai kötvény safe haven funkciója van. És amikor egy válságra, egy recesszióra sor kerül, akkor ezen folyamatok miatt gyakorlatilag a kötvényeken hozamcsökkenés következik be, és ugye itt van egy fontos összefüggés, amit szem előtt kell tartani. A kötvény a hozama és az árfolyama között fordította az elmozdulás, amit a duráció, tehát a lejárati hátralevő idő felnagyít. Tehát, hogyha a jegybank lefele nyomja a hozam görbét, akkor a korábban megvásárolt kötvények felértékelődnek, és azokon árfolyam nyeressége lesz a befektetőnek, és ez a felértékelődés kompenzálja a részvénypiaci visszaesésen szerzett pillanatnyi veszteséget. Tehát ez a lényege egy részvénykötvény portfóliónak, ami safe heaven, biztonsági menedék kötvényeknél működik, és nem feltétlenül egy fejlődő ország, akár egy, egy magyar gazdaság esetében nem ezek a, a feltétlenül azok a reakciók, amik be fognak következni. Tehát a kötvény és kötvény között óriási különbség van ennek függvényében. Tehát van ennek realitás, hogy az inflációs célt megemeljük, viszont látnotok kell azt, hogy a témával kapcsolatban vannak ellenvélemények, és ezek az ellenvélemények arról szólnak, hogy jelentősebb vagyonvesztéssel számolhatnánk abban az esetben, ha az inflációs cél megemelésre kerülne. Az amerikai piacon, amerikai gazdaságban a 2 kettőről 4%-ra történő inflációs célemelés kutatások szerint 3,7 6,9%-os vagyonvesztést eredményezne. Nagyon egyszerűen átgondolható ez a dolog, hiszen ha 2%-on tartja az inflációt a jegybank, akkor a vagyonunknak a vásárlóértéke 36 év alatt feledőződik. Ha 4%-on tartja az inflációt a jegybank, akkor a vagyonunk vásárlóértéke 18 év alatt fog, 36 év helyett 18 év alatt feleződik feltéve, ha nem fekteted be. De tehát ez most az a, az eset, amikor a hozamód nem lesz a, a befektetésen. Tehát általánoságban azt lehetne mondani az inflációval kapcsolatban, hogy arra kell odafigyelnünk a következő időszakban, hogy a maginflációval mi fog történni. A maginflációnak a csökkenése, a monetáris politikában egy, egy, sokkal jobb körülményeket teremtene, tehát a kamatok szempontjából hamarabb visszatérnénk a, a, a normalitások közelébe. Ennek hatásait majd megbeszéljük, amikor a részén kötvényekről beszélünk. Tehát ez az egyik dolog, amit itt érdemes figyelembe venni. A másik dolog az, hogy nem feltétlenül jó ilyen párhuzamokat állítani, hogy mi volt a 80-as években, meg mi van most, mert ahogy láthatjátok, ez a példa is mutatja Almát a körtével hasonlítunk össze. Oda kell figyelni a, a szolgáltatásokon belüli komponenseket a szolgáltatások drágulására, de azt gondolom itt, hogy látható volt az árbérspirál okozna egy nagyobb inflációs nyomást, aminek kicsi a valószínűsége. És az Egyesült Államokban alapvetően most nem téma ez az inflációs cél mege megemelése. Néha ez ez szírbe ez kerül, néha jelennek meg ezzel kapcsolatban publikációk, és Magyarországon is ez csak egy ilyen ötletszerűen merült fel. Tehát ezzel még egyelőre befektetőként nem kell foglalkozni, de amikor esetleg ilyen jellegű Felvetések komolyabbá válnak, akkor ott a nagyon gyorsan át kell értékelni azt, hogy mi várható a befektetési eszközök piacán. Ez az egyik vonal. Tehát az infláció okozza az egyik problémát, ha most a kamatokhoz viszonyítjuk a, a, a monetáris politikát. A másik dolog a munkaerőpiac. És a munkaerőpiac, munkaerőpiacot azért kellene kiemelnünk, mert egy, egy fontos Probléma forrás a munkaerőpiac. Ez egyébként igaz az Egyesült Államokra és az Európai Unió országaira is. Na most azt kellene látnotok, hogy a kamatoknak, alapvetően az emelkedő kamatoknak negatív hatása van a reál gazdaságra. Mutatok nektek egy, egy grafikont, összegzi az 1970-es évektől fejlett országokban, 25 bázispontos kamatemeléseknek a hatásait. A kék görbék az átlagot mutatják, az átlagos reálgazdasági hatásokat. Az IP az ipari termelés csökken, az ANEMP a munkanélküliségi rát emelkedik, ez a bizonyos PECOM, ez a KAMEDITIS, tehát az árupiaci termékek csökkennek, a CPI, a fogyasztójárindex, az infláció csökken. A reálgazdasági hatásai, tehát alapvetően negatívak a kamatemelésnek. Mindenki ezt várja. Most azt várjuk, hogy bekövetkezzenek ezek a negatív hatások. Látszik a, a, a grafikonokon, hogy nagyjából 10-12 hónap elteltével lesz érezhető a hatás. Arra is felhívnám a figyelmeteket, hogy ott van ez a szürke sáv, ez a, a szürke szalag. Ez az eseteknek a, 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 a kétharmadát mutatná, tehát az összes eset kétharmadát. És itt jól látszik, hogy vannak olyan esetek, amikor Például, ha megnéztek, az ipari termelés sokkal kisebb negatív hatása volt egy 25 bázispontos kamatemelésnek. Volt, amikor sokkal nagyobb volt a kamatemelésnek a negatív hatása. Tehát a, a, azt kell látni, hogy a 25 bázispontos kamatemelésnek egy, egy egységesített, de negatív hatásait látjuk. Na most 12 hónap eltelt egyébként a legutóbbi, tehát a kamatemelések kezdete óta, itt ugye jól látszik ezen a grafikonon, valamikor, pontosan a 2022-es év tavaszi időszakában elkezdett nagy ütemben emelkedni, és a nyáron már ilyen 75 bázispontokkal emelte a Fed az irányadó kamatot, és ezek a hatások nem sokára, azt lehetem mondani őszre, már már egy éven túl leszünk, és halmozottan, de látszani, lát, látnunk kellene a, a makroadatokban. Csak az a probléma, hogy eddig nem látszanak ezek a, az adatok, hiszen ha megnézzük a, az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi forgalom, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a... A történelmi csúcs közelében van, néhány százalékra van a kiskereskedelmi a történelmi csúcsot, tehát a lakosság költekezik. Ez egyébként Európában is számos országra igaz. Magyarország negatív példa ebben, hiszen hazánkban 11 néhány százalékot csökkent már előző év azonos időszakához a, a képest a kiskereskedelmi forgalom, de nyilván nem 6 százalékos, vagy nem 4 százalékos inflációról beszélünk itt, hanem 20 egy néhány százalékos infláció esetében egészen más hatások jelennek meg. És hogy miért van jelentősége a munkaerőpiacnak? Nagyon egyszerű összefüggés. A múltbeli eseteket mutatom nektek. A, az infláció és a, a munkanélküliségi ráta között negatív a kapcsolat. Kék görbén látjátok a munkanélküliség rátát. Amikor emelkedik a munkanélküliségi ráta, akkor csökken az infláció, piros görbén ezt láthatjátok. Tehát a keresleti nyomásra kialakuló inflációt azt igazság szerint a, a, a munkaerőpiaci folyamatok nagyon jól befolyásolják. Nem mindig figyelhető meg ez a negatív kapcsolat. Olyan esetekben nem figyelhető meg, amikor nem keresleti okok miatt alakul ki az infláció, nem kínálati. Például a, a 70-es években. Az olaj a többszörösére drágult, ez egy kínálati nyomásra kialakuló infláció. Ilyen esetekben a, a nem feltétlenül figyelhető meg ez a, ez a negatív kapcsolat, de az esetek többségében igen. És most, a jelenlegi helyzetet nézzük, ugye itt volt egy gázár emelés, emelkedés, az Egyesült Államokban is volt energiadrágulás, de alapvetően nem, nem csak kínálat, és nem lehet csak azzal magyarázni, hogy nőtt a gázár. Nőtt a, 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 az üzemanyagát. Nem, nem csak ez az egyetlen komponens van az inflációnak, hanem van a keresleti nyomás, a, a lakosságnak több elkölthető jövedelme volt, és azt el is költötte. És a, emiatt ez a nagy kereslet miatt az árak emelkedtek. Tehát ezt az oldalát is mérlegelni kellene, és az amerikai munkaerőpiacon egyelőre azt látjuk, hogy semmi jelen nincs a, a, annak, hogy hogy gyengülne a munkaerőpiac. Mutatok néhány grafikont ezzel kapcsolatban. A munkanélküliség rátát láthatjátok itt jobbra, gyakorlatilag évtizedes mélyponton van a munkanélküliségi ráta. A foglalkoztatottság, 156 millióan dolgoznak az Egyesült Államokban, a történelmi csúcson van a foglalkoztatottság. A betöltetlen álláshelyek száma történelmi csúcsokat láttunk, 12 millióról visszaesett 10 millióra, de még mindig ott tartunk, hogy a korábbi években ennek a közelében sincs. Ennek a közelében sincs egyébként a, 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 a job opening. Tehát jó állapotban van az amerikai munkaerőpiac, a kiskereskedelmi forgalom alapján is azt láthatjuk, hogy egyébként a, 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 nincs a, a, nincsenek jelei annak, hogy gazdasági problémák lennének. Tudom, a hetente megjelenik, nem tettem be, a heti a munkanélküli segér folyamodók száma, ez az initial claims. Ebben van némi növek, növekedés. Most talán 260 ezer fő fordult újonnan munkanélküli segélyért. Na de ha, ha visszatekintünk a 2020 előtti időszakra, 300 ezeres, 350 ezeres ilyen heti olyan munkanélküli segérfolyamodókat láthattunk egy, 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 átlagos, normálisan működő amerikai gazdaságban. Tehát egyelőre még semmiféle olyan jeleket nem látunk itt, amelyek azt mutatnak, hogy ennek a kamatemelésnek bármiféle negatív hatása van. Nyilván, ha lennének negatív hatások, akkor ez a fedet is döntéshelyzet elé állítaná. Ugyanis a, 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 lakosságot, vagy a társadalmat, ha nézzük, akkor, akkor itt most két problémával szembesülünk. Drágul minden, tehát infláció lesz, vagy elveszítjük a munkahelyünket, és nőni fog a munkanélküliségi ráta. A kérdés az, hogy melyik fáj jobban. És azt mutatják egyébként vizsgálatok amerikai piacon, de végeztek itt az európai piacokon, hogy nagyjából ilyen kettő-négy közötti a, a, az átváltási arány. Ez azt jelenteni, hogy a munkanélküliségi ráta emelkedését azt kétszer-négyszer fájdalmasabbnak érezzük, mint ugyanakkor a egységnyi inflációt, tehát áremelkedést. Tehát azt lehetne mondani, hogy a munkaerőpiaci folyamatok sokkal nagyobb fájdalmat okoznak, nagyobb társadalmi nyomás fog helyeződni a döntéshozókra. Ez a Kamat emelések szempontjából, a monetáris politika szempontjából egy fontos tényező lenne. És vannak arra magyarázatok egyébként, hogy miért nem, miért nem romlott a, a, a munkaerőpiac, az amerikai gazdaság miért nem romlott a, a gazdasági adatok. És ennek egyik oka abban keresendő, hogy Ugye itt nagyon sokszor azt nézzük, hogy a Fed rendkívül magasra emelte a kamatot, mint 2005-2006-ban, vagy mint a 2000-es években, de megint csak nem veszük azt figyelembe, hogy almát a körtével hasonlítunk, egy teljesen más gazdasági rendszert a mostanival. És pontosan ezért találták ki egy jegybankároknak az úgynevezett Taylor szabályt, vagy Taylor rult, aminek számos paramétere, bemenő adata van, itt a, a pénzügyi kondíciókat, a gazdaságban levő pénzmennyiség, és sok minden más benne van ezekben a, a szabályokban. És erre lehet egyébként kalkulálni, hogy a, ezek alapján, a, a szabályok alapján, hol lenne a semleges kamatszint. És hogyha ezeket a kalkulációkat elvégezzük, akkor itt láthatjátok, hogy a Taylor szabály különböző verziói alapján hol kellene lennie a kamatnak, és hol van most. Ez ugye alatta van a piros nyillal, én ezt, ezt megjelöltem nektek. Na most látható, hogy amióta elkezdődött a monetáris szigorítás, azóta folyamatosan a Taylor szabály által meghatározott kamat alatt van a kamat. Tehát ez a kamat szint, amit most látunk, ez. A értékben soknak tűnik, de a jelenlegi gazdasági környezetet, pénzügyi kondíciókat figyelembe véve ez még mindig ösztönzi a gazdaságot, és, és nem lassítja, de nem is semleges állapotban van. Tehát ez az egyik magyarázat annak, hogy nem látjuk a, a, a kamatemeléseknek a hatásait. És van még a munkerőpiaca kapcsolatban egy, egy fontos mutató, amire felhívnám a figyelmeteket és mint láthattátok, itt a, a munkaerőpiac egy egy, egy egy fontos tényezője a jegybanki döntésnek. Azt mutatják az adatok, legalábbis ez az összefüggés, amit most bemutatok nektek, hogy a következő időszakban sem számíthatunk gyenge munkaerőpiaci adatokra, ugyanis... Az Egyesült Államok gazdaságában jól nyilván van tartva az újonnan induló vállalkozásoknak a száma. És ezen belül az újonnan induló vállalkozásokon belül elkülöníthetők azok a vállalkozások, amelyeknél nagy valószínűséggel munkahelyek jönnek létre. Ezt úgy nevezzük ezeket a vállalkozásokat, hogy High Propensity Business és az általuk beadott ugye, vállalkozás indítási kérelmeket, most rövidítve nevezzük ezt HBA vállalkozásoknak. Ha egy ilyen vállalkozás indul, akkor azt tapasztalhattuk a múltbeli adatokon, hogy az esetek 27 ában munkahely jött létre 8 éven belül. Ha nem ebbe a körbe tartozó vállalatot alapítottak, akkor azoknál azt lehetett tapasztalni, hogy az esetek 4%-ában jött létre új munkahely. Tehát nem az összes újonnan induló vállalkozást kell nézni, hanem bizonyos olyan iparágakat, ahol szükségszerű, hogy, hogy munkaerőt toborozzanak és, és bővjen a, a munkaerő. Ezek a HBA. -ja. Na most ezek a HBO vállalkozásoknak megnézzük a, a, regisztrációs folyamatát és a regisztrációk számát, tehát a vállalatalapítási számokat. Ezt saját magatok is ellenőrizhetitek a St. Louis-i Fednek, a Fred nevi adatbázisába beütitek, és látni fogjátok, hogy az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt, és valóban itt az utolsó adatokban csökkenés mutatható ki. Most azt kell tudni erről a az adatról, hogy vannak egyébként az adattal, ezzel az adattal összefüggésben vizsgálatok, és azt mutatják ezek a vizsgálatok, hogy a, a, a teljes foglalkoztatottság és ez a bizonyos HBA adat között pozitív korreláció van. Ez a korrelációs együtthatva egyébként 0,6 vagy 60 százalék, ami pénzügyek területén magasnak tekinthető. És ugye mínusz 5-10 hónapot látunk, tehát lefordítva ez azt jelenteni, hogy a, a HB, a kérelem számok és a, a következő 5-10 vagy 12 hónap teljes foglalkoztatottsági adata, non-farm payroll adata között pozitív kapcsolat van, és viszonylag magas a korrelációs együttható. Tehát, ha ebből indulunk ki, akkor arra számíthatunk, még a következő időszak és pozitív munkerőpiac szempontjából. Na most, ezt lehet követni, és változhat ez az adat, erre érdemes tekintettel lennünk. Tehát megbeszéltük a munkaerőpiaci vonatkozásokat, és most egy kicsit tekintsünk ki arra, hogy mi várható a kamatok tekintetében, hogyan alakulhatnak a következő években a kamatok. Ugye itt vannak olyan vélemények, hogy most egy sokkal magasabb kamatkörnyezet fogja jellemezni a következő éveket. És vannak olyan vélemények, amelyek azt mutatják, hogy vissza fog mindent érni hamarosan a régi kerékvágásba. És a témával kapcsolatban egyébként az IMF kiadott egy, egy egy nagyon jó anyagot, amiben az alacsonyabb kamatok, tehát a kamatnak a fundamentumait, tehát a fundamentális okait mutatta be. És hát ezek közül a fundamentális okok közül néhány dolgot én azért kiemelnék nektek az egyik dolog az, hogy az, hogy a, és ezt említettem már nektek, hogy a, a hova teszik a kamatot, az nem hasraütésszerű. Arra vannak szabályok, akár a taylor és van még egy ilyen nagyon fontos dolog, a természetes kamatráta. Ezt, ezt a természetes kamatrátát, ez gyakorlatilag a, a kamatnak, a, vagy a megtakarításoknak az árának tekinthetjük. A természetes kamatráta az a pont, Ahova a jegybankárok, ha teszik a, a kamatot, akkor elérték az optimális gazdasági növekedést, kibocsátást, és nem fog nőni az infláció. Tehát a természetes kamatráta alatti kamatok igazság szerint ösztönzik a gazdaságot úgy, hogy nő az infláció, a természetes kamatráta fölötti kamatok csökkentik az inflációt, de egyébként csökkentik a gazdasági növekedést. Tehát a természetes kamatráta egy fontos pont, hogy merre halad. Most, ha megnézzük a történelmi adatokat, akkor itt láthatjátok a pontozott, szaggatott vonalat türkis színnel. Folyam Nagyon nagy kilengés van a tényadatban, de az átlag csökkenő. Tehát az elmúlt évszázadok arról szóltak, hogy ez a természetes kamatráta folyamatosan csökkent. Ennek az volt az oka, hogy egyre többen rendelkeznek megtakarítással, egyre többen hajlandóak ezt a megtakarítást befektetni, és hogyha valamit nagyon, és hogyha nagyon sokan szeretnének megtakarítani, de nincs annyi termék, amiben befektethetik a, a pénzüket, akkor a kamatok lefele fognak menni. Ez a, a, a megtakarításnak gyakorlatilag a kamat az ára. Ugyanúgy, mint a, a bármilyen terméket, a megvásárolunk, akkor forintba vagy dollárba vásároljuk, meg a megtakarításoknak az ára a kamat. Tehát, hogyha nagyon sokan meg akarnak takarítani, és a, nincs annyi termék, amiben befektethetik a pénzüket, akkor a megtakarítások ára le fog menni. És erről szóltak az elmúlt évtizedek, a baby boom generáció. Nagyon sokat megtakarított. Vannak erre modellszámítások, hogy a baby boom generáció elindult és nyugdíjba elment, nyugdíj, elindult a, a nyugdíjazási folyamatuk. A piros szaggatott vonalat láthatod, hogy a természetes kamatrát emiatt emelkedő pályára kellene, hogy álljon, mert a, akik már nyugdíjba mennek, nem takarítanak meg, sőt, felélik a, a megtakarításaikat. Viszont figyelembe kell venni azt, hogy az amerikai piacok és a fejlett országok piacai elérhetők már, ma már a világ bármely pontjáról. És bárki eléri, az egyetlen egy kattintással le tudsz venni egy, egy amerikai állampapírt. És ha ezt is figyelembe vesszük, a fekete szaggatott vonalon láthatod, akkor a természetes kamatráta alacsony és alacsony maradt az Egyesült Államokban. Márpedig, ha alacsony a természetes kamatráta, akkor majd alacsonyabb kamatokkal lehet a jövőben is használni, amint ez az inflációs hullám eltűnik. De nem csak demográfiai okok szólnak egyébként emellett, hanem a fejlett országok egy, egy, egy termelékenységi válsággal néznek szembe. És azt látnotok kell, hogy a magas termelékenység ugye nagyobb hozamokkal, magasabb megtérüléssel jár, és ez nagyobb hozamelvárásokat jelent. Tehát a kockázatmentes befektetésektől ez, ez tőkét vonna el. Tehát azokban az országban, ahol nagy a termelékenység, ott a, a kamatok alapvetően magasabbak. Például a, a fejlődő országokban a magasabb kamatok részben ezzel is magyarázhatók. Viszont a fejlett országokban, Mutatom nektek, hogy a termelékenységben milyen változások következtek be. 2008-ban megállt minden. 2008-tól nincs termelékenység növekedése a fejlett országban. Ezt nevezzük productivity puzzle-nek egyébként, mert az okai nem tisztázottak, hogy ez miért van. 2008 óta csak a, a nagy technológiai újításokról beszéljünk, mondok néhányat el ugye megjelentek az okos telefonok, most már mennyivel hatékonyabban tudunk dolgozni, hiszen bárhova el tudjuk vinni az irodánkat, e-mail leszhetünk, és a többi. Megjelent a közösségi média, mennyivel hatékonyabban tudunk kapcsolatot tartani, lehetővé vált a home office, a mesterséges intelligencia különböző megoldásai már megjelentek ebben az időszakban, és ahogy láthatjátok, a termelékenységben semmiféle növekedés nem következett be. Most nyilván ebben, a, a, ebben az anyagban és ebben a hatásokban nincs bent a, a ChatGPT gpt új verziójának ősziben mutatkozása, és viszont vannak a témával kapcsolatban kutatások már, hogy a ChatGPT gpt okoz-e majd termelékenység növekedést, ezt egyelőre nem tudhatjuk, viszont én már két olyan anyagot is olvastam, amelyik azt mutatja, hogy a feladatok elvégzési idejét, és nem csak a programozási szektorban, hanem más más diplomához kötött állásokban is jelentősen tudta csökkenteni. 30-40%-kal csökkentette a feladatok elvégzési idejét. Tehát a, a, ezekből a, az első vizsgálatokból, de ezek, ezek elég korlátozottak. Arra számíthatnánk, hogy talán ebben a, a, a C.G.P.T. tud változást hozni, de azt gondolom, hogy egy év múlva sokkal jobban fogjuk ezt látni, mert sokkal több a témával kapcsolatos kutatás meg fog jelenni. Minden esetre, ezeket a tényezőket figyelembe vesszük, akkor itt láthatjátok azt, hogy a, a természetes kamatráta hogyan változik az IMF modell számításai alapján a következő években. És igazság szerint azt látjuk, hogy hogy mi fog a következő időszakban a természetes kamatráta. Nyilván vannak kockázati tényezők. Itt, itt, azt láthatjátok, hogy milyen tényezők téríthetik el a, a természetes kamatrátát ettől a, ettől a csökkenő tendenciától. És hát itt három szót említenék, meg erre nem térek ki a bővebben. Az egyik ilyen, ugye az a, a climate azaz a sokasodó klímaesemények, termékek, szolgáltatások drágulását eredményezi a növekvő vállalati költségek miatt. A fossil azt jelenteni, hogy át kell állni a, a, a zöld energiára, és amikor már közeledik ez a nagy áttálás, akkor már senki nem akar foszilis energiába befektetni, viszont akkor még nagyon nagy szükség lesz a foszilis energiára, ezért meg fog drágulni emiatt a, a foszilis energia mert nem lesz, mert előzőleg az előző években, évtizedben nem, nem investáltak eleget a, a, az iparákba. A Greenflation pedig azt mutatná, hogyha át kell állni a zöld energiára, és hogyha ez nagyon gyorsan kell megtenni, akkor nem lesz elég az alapanyagok, a ritka földfémektől kezdve, sok minden más nem lesz elegendő, és ez szükségszerűen azt eredményezi, hogy megdrágulnak ezek a termékek. Ez, ezek azok a kockázatok, amelyek eltéríthetik egyébként ezt a, a, a forgatókönyvet, amit itt az IMF felvázolt. Tehát ezt kellene mérlegelni akkor, amikor valaki a következő tíz évben, -re, vagy akár hosszabb időre egy befektetési döntést szeretne hozni. És van még egy tényező, ami, ami igazság szerint márciusban robban be a köztudatba. Ez a pénzügyi rendszernek a stabilitása. És a, a problémák nem csak az Egyesült Államokban léteznek, az európai bankok, magyar bankok hasonló problémákkal néznek egyébként szembe. Most azt kell látni a, a témával kapcsolatban, hogy a, a Silicon Valley Banknak a csődje, amely a, benne volt a 20 legnagyobb amerikai bankban, rámutatott arra, hogy a nagyobb bankok esetében is problémákat jelentett az, ha betétesek kiveszik a pénzüket. Utána jött a Credit Suisse, amelyről már azt kell látnotok, hogy rajta van azon a 20 listán, amely a globális pénzügyi rendszer szempontjából, működése szempontjából egy kritikus elem És ez a bank, mondhatjuk, az gyakorlatilag nem mehet csődbe a pénzügyi rendszer komolyabb negatív hatásai nélkül. Utána következett ugye a Credit Suisse, és utána jöttek azok az összeesküvés elméletek, hogy itt az összeomlás a, teljes pénzügyi rendszernek, és a többi. Tehát a, ezen a vonalon ugye sokat lehetne beszélni, mert nagyon sok ilyen sztori létezik. Amit tudnotok kell, van egy ilyen általános nézet, hogy a bankoknak jó a magas kamat környezet, mert nagyobb lesz a bevételük. Ez az, ez az egyszerű logika. Többen küldtetek át nekem a magyar szakértők, tanácsadóknak a javaslatait, hogy XY nem akarom megnevezni, Bankrészvényeket vásároljunk, ez még 2022 éve volt, az infláció ellen majd nagy jó védelmet nyújtanak. Azt mutatják egyébként a vizsgálatok, és itt megint, a, akit jobban érdekel a téma, ott van alul az elhangzott, az általában elmondottak forrásai, gyakorlatilag vizsgálatok széles köre mutatja azt, múltbeliek, meg amiket most csináltak az elmúlt hónapokban az amerikai bankcsődök miatt, hogy a, bankrészvények ára és a FED irányadó kamata között negatív a kapcsolat. Tehát alapvetően a bank részvények jelentős, tehát a bankok jelentős részét, a bankok jelentős részét negatívan érinti a, a kamatemelés. Például az európai bankok esetében, itt láthatok az S&P-től egy, egy hatás tanulmányt, 200 bázispontos kamatemelésnél, amit én bekereteztem, azok a bankok, azon bankok esetében negatív hatása van a kamatemelésnek. Sok bank esetében pozitív hatása van, és nagyon sok bankot negatívan érint a, kamatemelés. És ez márciusra, ezekre a problémákra ugye fény derült, hiszen az elsőleges probléma az, hogy a bankok nagyrészt az, az olcsó pénz időszakában alacsony kötvénypiaci hozamok mellett vásároltak be kötvényeket. Itt láthatjátok például az amerikai bankok esetében, a, hogyan nőtt a, 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 az értékpapíroknak, a, a, a különböző kötvényeknek a portfólióban a, a, az elemszáma. Majd mindjárt megmutatom, ez nagyjából egyébként látható, itt 6000. Most a, a csúcson volt kb. 6000 milliárd dollár, és valahol a, a, az amerikai bankok mérlegének a főszege valahol 21-néhány ezer milliárd dollárnál van. Tehát látható, hogy egy hangsúlyos része egyébként a értékpapírokban van, és nem a háztartások, vállalkozásoknak kihelyezett hitelek formájában. Vannak erre vonatkozó adataink, európai-magyar bankoknál hasonló arányokat láthatunk egyébként. És vannak ezzel kapcsolatban olyan megállapítások, hogy igazság szerint az olcsó pénz és a pénznyomtatás nem jutott el a nagyon sok országban a vállalkozásokhoz, a produktív vállalkozásokhoz, hanem sokkal inkább a pénzügyi rendszerben maradt. Mondhatjuk azt a bankok sokkal inkább a spekulációt tartották fontosnak a helyet, hogy kis- és középvállalkozásokba fektettek volna. Tehát nem háztartások, vállalkozásoknál vannak sokszor ezek a hitelek, hanem a különböző értékpapírokban. Na most, amikor alacsonyabb kamatok mellett, alacsony hozamok mellett vásárolunk kötvényeket, és közben a hozamok megemelkednek, sajnos akkor a korábban megvett kötvény értéktelenebb lesz, tehát csökken az értéke. És itt láthatjátok ezen a, 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 a grafikonon, hogy nem csak a, az adósság, tehát nem csak a kötvények nőttek, hanem nőtt a kötvényállományon belül ez a HTM debt, azaz a lejáratig tartott kötvények, amelyeket névértéken kell nyilván tartani, és amelyeknek a vesztesége nem kerül bele a mérlekbe eredménykimutatásra, tehát a befektetők nem tudnak róla, hanem majd csak hirtelen meglepetésszerűen, ha ez kiderül, akkor, akkor, akkor van gond. És ugye a, a Silicon Valley esetében ez volt a, a, az egyik probléma, és hogyha megnézzük az amerikai bankoknál a, a, a jelenleg mekkora a veszteségük. akkor azt lehetne mondani, hogy a, az összes eszközeik arányában a, az összes amerikai banknak a kötvényeken realizálatlan vesztesége 9%, tehát a rendelkezésre eszközöknek a 9%-át kiteszi már a veszteség. Szerencsénkre van egy ilyen GSIB kategória, ez az amerikai pénzügyi rendszer szempontjából fontos bankok esetében, ez csak 4,6%. És itt láthatjátok azt, hogy hogyan oszlik el ez a, a, a veszteség. A Silicon Valley szaggatotta valahol, az eszközeinek arányaiban ilyen 16-17 százalékos volt a vesztesége, amikor csődbe ment. Tehát vannak ennél rosszabb helyzetben levő bankok, és vannak sokkal jobb helyzetben levő bankok. Mindenesetre van egy olyan vizsgálat a témával kapcsolatban, ami azt mutatja, hogy ha a nem biztosított betétesek elkezdik kivenni a pénzüket, és ugye a Silicon Valley-nél. 91 néhány százalék a betétesi vagyonnak nem biztosított volt. De ha elkezdik kivenni a, betét, a nem biztosított betéteket, láthatjátok, 10-20-30-40-50 százalékát kiveszik a nem biztosított betéteknek, akkor szépen elkezd emelkedni a csődbe menő bankoknak a száma. Tehát nagy valószínűséggel a következő időszakban még hallani fogunk és látni fogunk bankcsődöket. Pontosan a nem biztosított betétek miatt, amire egyébként lehetne kormányzat és egyéb más garanciákat adni, ahogy láttuk ezt a, a szilikonveli esetében, hogy elkerüljék a, a, a csőd hullám tovább terjedését, ilyen jellegű garanciák vagy bejelentések is megtörténtek. A folyamatot hogyan lehetne befektetőként figyelni? Én ezzel kapcsolatban két adatot nézek amit ti saját magatok tudtok egyébként követni. Hát az egyik a Fednek van egy úgynevezett H4.1-es táblája, ha rákerestek a, 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 az interneten, meg fogjátok találni. És ebben a táblában én bekereteztem nektek a loans alatt az összes olyan hitelt, amit a, a Fed nyújt a bankoknak, ilyen áthidaló jellegű hitelek. Ezek közül két sorra kell figyelni a primary creditre és az újonnan bevezetett bank funding programra. Tehát ezt a kettőt kellene igazából nézni, és ha ebben növekedést tapasztalunk, akkor az azt jelenti, hogy egyre több bank kér kölcsön a fettől értékpapír fedezet mellett, egyébként nagyon magas kamattal, tehát most 5,25%-os kamattal, áthidaló kölcsönt. Tehát ennek a két adatnak a növekedése mutatja azt, hogy a, a, a probléma fokozódik és, és egyre rosszabb lesz a helyzet most az a hely, az egyébként az aktualitás hogy ez a valamikor március környékén áprilisban 360 milliárd dollár volt és most szépen ez ez csökken 293-at láthatunk és ez az egyik oldal Hogyha ebben nem lesz nagy megugrás, akkor ez egy. Ez azt mutatja, hogy a rendszer szintjén rendben vannak a dolgok. És a másik dolog, amit az amerikai bankoknak a, a mérlegéből tudunk össze, összevont mérlegéből, az mnb nél létezik ez egyébként magyar hitelintézeteknek az összevont mérlege is létezik. Itt. Itt pedig a depozit alatt néz, meg, megjelöltem nektek, hogy mi történt a, a bankcsődök időszakában. Ugye 17.600-17.700 17, milliárdról hirtelen 17.317.180 milliárdra csökkent. Tehát hirtelen elkezdett kiáramlani a pénz. Ez a probléma, a hirtelen. Amikor lassan épül le, azzal nincs gond. És láthatjátok, hogy azóta ez a folyamat teljesen kontroll alatt van. Alig csökken, nő. Ez egy teljesen természetes folyamat. Nem az a probléma, hogy csökken. A, te, a jelenlegi helyzetnek egy természetes következménye, hogy csökken, mert elkölti a lakosság a pénzét, feléli. Nem az a probléma, hogy csökken, az a probléma, amikor drasztikusan csökken. Tehát, ha összegezni kellene, a gazdasági problémákat, akkor az, hogy a Fed hova fogja tenni a következő időszakban a kamatot, ez meg fogja határozni a, a kötvényekkel elérhető hozamot. Nem mindegy az, hogy egy befektető egy os hozamot kap a kötvényeire tíz éves időtávon, vagy négyet, vagy ötöt kap. Mert a, És akkor tovább lépünk, a, a kötvény és a részvény versengő befektetési eszköz. És a, a, a befektetők, a, mondjuk azt a, a nagy intézményi befektetők és befektetők széles köre nem hasraütésszerűen fekteti be a pénzét, nem technikai jelekre, hanem, hanem hozamot mérlegel. És amikor azt látja, hogy a részvénypiacon a, a belső megtérülés, az a bizonyos yield alacsonyabb, mint a, mint a kötvények hozama, mint a tíz éves lehető kötvények hozama, akkor minek vállaljuk a kockázatot? Akkor, fe, akkor kötvényekbe kell fektetni. És majd akkor kell a kötvényekből kiszállni, amikor az Zöring azt mutatja, hogy a piacon jó befektetési lehetőségek vannak. És ezt az Zöring ezt bárki saját maga értelmezni tudja. Arról lenne szó, hogy amikor megvásárolsz egy tőzsdeindexet, de akár lehet az egy, egy társaság, de általában inkább egy tőzsdeindexről beszélünk, amikor részvénypiaci befektetésről van szó. Tehát amikor megvásárolsz egy, egy indexet, annak van egy ára, és van mögötte egy nyereség, amit a valóságban azok a társaságok megtermeltek. Mondok egy példát, semmi köze a valósághoz. ABC tőzsdeindexet, ABC ország tőzsdeindexét meg tudod venni 50 dolláron. És azt tapasztalod, hogy az elmúlt tíz évben átlagosan évi 10 dollár nyerességet tudtak ezek a tőzsdei társaságok realizálni. Akkor befektetsz valamibe 50 dollárért, aminek várhatóan ilyen 10 dolláros a, a, a megtérülése. Ugye könnyen kiszámolható, hogy igazság szerint 5 év alatt megtérülne a befektetésünk, és ha ennek a, az ötnek a reciprokát vennénk, akkor kiszámolhatnánk azt is, hogy ez nagyon leegyszerűsítve egy 20%-os megtérülést jelentene. Na most akkor oda lehet mellé tenni az 5%-os kötvénypiaci hozamot, meg oda lehet a 20%-os belső megtérülést a részvénypiacon, ez az őringszil, és nagyon sok befektető azt mondja, inkább részvényt veszek és elkezd áramolni a pénz a kötvényekből a részvények irányába. Na de amikor azt tapasztaljuk, hogy a részvénypiacon 3%-4% az öring és közben a kötvényeken is 3-4% a, a hozam, akkor, akkor felmerülhet az a kérdés, hogy minek vállaljam a részvénypiac kockázatát, ha a kötvényekkel ugyanazt el tudom érni. Tehát ez mindig viszonyítás kérdése. És éppen ezért fontos a kamat, a, mind a, a kötvény, mind a részvény szempontjából. És amire figyelni kell, az infláció. Itt még a maginflációban nincs megnyugtató adatunk arra, hogy ez ténylegesen egy felszámolható probléma lesz a jövőben. A munkaerőpiac továbbra is jó állapotban van. Láthattátok a munkaerőpiac és a, az infláció között negatív. A, a, a kapcsolat. Tehát ez is erősíti azt, hogy az infláció nem biztos, hogy olyan hamar le fog menni. És azt is láthattátok, hogy egyébként a természetes kamatrátában a, a csökkenés várható, ez alapvetően pedig abba az irányba mutatna, hogy a kamatok majd visszatérnek a, 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 a normalitások közé. Ezeket a tényezőket kell szerintem mérlegelni akkor, hogyha ha a kötvény részvényben gondolkodunk, és ezzel eljutottunk a részvénypiachoz, hogy mire érdemes odafigyelni a részvényekkel kapcsolatban. Hát egyrészt azt láthatjuk az aktuális helyzetben, hogy magasak a kamatok. Ugye az, hogy most mennyire magasak, ha a rút nézzük, akkor azt mondhatnám, hogy nem magasak a kamatok, de ha az abszolút értékét nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy magasabbak a kamatok mint néhány évvel ezelőtt, tehát a gazdaságra biztosan valamikor a negatív hatást ez gyakorolni fog. A negatív reálgazdasági hatások érezhetők lesznek a tőzsdei társaságoknak a, a teljesítményén. A jelenlegi helyzetet egyébként sokkal inkább a, a késői konjunktúra időszakával lehetne összevetni. Tehát ha a mostani állapotot értékelni kéne, akkor ez egy olyan gazdasági helyzet, amilyen a, a késői konjunktúra időszakokban szokott lenni, de azt nem tudhatjuk, hogy ez fél évig fog ez a késői konjunktúra tartani, vagy öt évig. Tehát ezt ilyen módon nem lehet előrejelezni. Tudom azt, hogy nagyon sokan szeretnék előrejelezni azt, hogy hogy, hogy lesz recesszió. Azt gondolom, hogy a, a ennek a gazdasági közösségi média egy, egy végtelen forrása ezeknek a recessziós előrejelzéseknek. Azt kellene talán ezzel kapcsolatban látnotok, hogy amikor kockázat alatti döntést hoztok, akkor az a legcélszerűbb, ha a gazdasági médiának való kitettséget a lehető legjobban, és a közösségi médiának való kitettséget minimalizáljátok. Egész egyszerűen azért, mert itt órákat beszélhetnék nektek arról, hogy a gazdasági médiában megszólaló elemzők, szakértőknek milyen a találati aránya, itt néhány dolgot kiemeltem nektek tehát tőzsdei hozamok előrejelzésében, szakértők esetében a 50 százalék környéki találati arányokat látunk, féléves előrejelzéseket vizsgáltak, több ezret. A broker cégek elemzőinek a találati aránya 38 volt egy, egy 490 ezer esetet vizsgáló kutatásban. Közgazdászok a Fed által közzétett Livingston survey ismert közgazdászoknak a fél éves hozam előrejelzéseiről kaphatunk információt. Ez a bizonyos korrelációs együtthat, ez az r 15, mínusz 51 És ez azt jelenti, hogy a, a, a gyakorlatilag kontraindikátorok, a, az elemzők, szakértők. Az összes olyan indikátor, amelyeket találkozhattak a gazdasági médiában, Dr. Kappler, Dr. Rész, Baltic Dry Index, már Apokalipszis négy lovasa, sorolhatnám, ezekre semmiféle bizonyíték nincs. Ezek sokszor a különböző kognitív torzításokat elkövetve, visszatekintési torzítás, jelen felülértékelése és sok minden mást elkövetve történtek ezek a cikkek vagy íródtak meg, használhatatlanok arra, hogy a recessziót vagy tőzsdei hozamokat előrejelezzetek, amire van bizonyíték és ebből négyet tudok nektek mondani. A, a Nyilván van ennél több is, de hasznosság szempontjából. Az egyik ilyen az úgynevezett Red Zone indikátor. A Red Zone azt vizsgálja, hogy a gazdasági növekedés, de egyébként ez lehet befektetési eszközökre, ingatlanpiacon is használják egyébként, ingatlanpiaci árak növekedésére mekkora, milyen mértékű volt, és ezzel együtt az adott országban az adósság növekedésnek milyen volt az üteme. És hogyha az, eszközök, eszközárak, vagy a gazdasági növekedésben nagy növekedés volt, de ez nagy adósság növekedéssel párosult, akkor az az ország bekerül abba a bizonyos red zone én ezt megjelöltem nektek, és hogyha ebbe a tartományba bekerül, akkor három éves időtávon a recessziónak a a valószínűsége megnő. És itt a korrelációs együtthatunk, ez az R2 40-45 százalék, ami egy közepes korrelációt jelent. Nincs ennél jobb, nincs 50-60 százaléknál jobb pénzügyek területén. Viszont ez egy statisztikailag szignifikáns vizsgálat, tehát nem arról van szó, hogy kiválasztottam a válságok előtti két-három esetet, hanem ez egy átfogóbb vizsgálat. Ez az egyik dolog, amivel bármiféle sejtésünk lehet arról, hogy, hogy esetleg recesszió következik be. Ha a gazdaságot nézzük, a másik ilyen vonal az inverse görbe, ami, ami használható. De az inverse hozam is az a probléma, hogy, hogy ellentmondásos adatok vannak ezzel kapcsolatban. Tehát amikor először megjelent, legutóbb ki 18 környékén az inverse hozamgörbe kialakult, itt az Egyesült Államokban, akkor a gazdasági médiában azt olvashattátok róla, hogy a második világháború óta nem tévedett az indikátor, ez így van, igaz, hogy csak hatszor adott jelet, de most a hat esetből messze menő következtetéseket nem lehetne levonni. Minden esetre azt mutatják a, a vizsgálatok, hogy nem az számít, hogy a hozamgörbe inverzé válik, hanem a, a mélysége, hogy milyen nagy lesz a hozamspread. Ugye az inverse hozamgörbének az az alapja, hogy egy normális gazdasági körülményben, között, körülmények között a hosszabb lehet kötvényeknek a hozama magasabb. A hosszabb távú elköteleződésért magasabb kamatot várunk el. És ha magasabb kamatot várunk el, akkor bizonyos gazdasági környezetekben azt tapasztalhatjuk, hogy ez megfordul, és a rövidebb lejáratú kötvényeknél emelkedik magasra a kamat, a hosszú lejáratúaknál alacsonyra. És ezen az ábrán a tíz éves lejáratú kötvényt és a három hónapos lejáratú kötvények hozam különbségét láthatod. És hogyha ez átmegy negatívba, az azt jelenti, hogy a három hónapos kötvényeknek nagyobb a hozama, mint a tíz éves lejáratúnak. És most itt az aktuális helyzet ugye mínusz 1,65-öt mutat, tehát 1,65 százalékponttal nagyobb a három hónapos kötvényeknek a hozama mint a tíz éveség. Na most, ha ezt egy amerikai vizsgálattal összeegyeztetjük, itt láthatjátok, azt mutatja, hogy a recessziónak a valószínűsége, ahogy nő ez a, ez a hozam, ez a spread, úgy nő a recessziónak a valószínűsége. Itt láthatjátok. Tehát a recessziót nem lehet determinisztikusan meghatározni, ahogy a szakértők megszólalnak és azt mondják, hogy recesszió várható a következő fél évben a recessziót csak ilyen probabilisztikus módon lehet előrejelezni, és azt lehet mondani, hogy most sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy recesszió fog bekövetkezni, és ezért ehhez én igazítom a befektetési döntéseimet, ezért én kevesebb részvényt tartok, felülsőzöm a kötvényeket, tehát ilyen jellegű döntéseket lehet ehhez kötni. De önmagában a tőzsdei hozamok előrejelzésére ez nem feltétlenül jó módszer. Jött egy kérdés a a Redzónnal kapcsolatban, hogy Magyarország hol van a, 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 a Redzón alapján. Ezt most nem tudom megmondani, mert ez egy régebbi vizsgálat, utána kellene nézni, és ki tudnánk egyébként deríteni. De most sajnos én nem tudok válaszolni nektek. Jó, menjünk tovább a, a, az anyagban, és én még egy nagyon fontos dologra rá szeretnék mutatni, ami szerintem választhathat arra a kérdésre, hogy ha hosszú távon gondolkodunk, és most majd a következő részben már tovább lépünk abban a tekintetben, hogy alapvetően két lehetőségetek van. Az egyik az, hogy 10-20-30 éves időtávban gondolkodunk a részvénypiacon, a másik az, hogy sokkal rövidebb időtávon titeket a részvénypiac például fél évre, egy évre szeretnétek befektetni. Mindkét út járható, csak azt kell látni, hogy más megközelítést kell alkalmazni. Most kezdjük először a, a hosszú távot, amikor van 10-20-30 éves befektetési időtávotok, hogy mire kell ilyenkor figyelni, és ott én tudom, hogy kijöttem az előbb itt a képmutatót és a befektetői hangulatot, ezt mindjárt meg fogjuk beszélni, tehát ez kapcsolódik -e ez a témához. Tehát, hogyha van 10-20-30 éves befektetési időtávod, akkor a cél az kellene, hogy legyen, hogy kinyárd a részvénypiac kockázati prémiumát a piacból. A részvénypiac kockázati prémium azt jelenti, hogy a kockázat vállalásért cserébe többlethozamod lesz lesz, kötvények, a kötvényekkel felül, kötvények hozamát felül tudod teljesíteni. Itt láthatod azt, hogy az elmúlt száz évben mekkora több lett hozama lett a, a, a részvénypiaci befektetésnek. tőzsdeindexbe történő befektetésekről beszélünk egyes országokban. Ha egy globális piaci portfóliót alakították ki, akkor 4,4 százalékpont évente ennyivel lett több a, a hozamod, mint ha kötvényekbe fektettél volna. Az amerikai piacon ez ilyen 5 százalék környékén van ez a kockázati prémium. Tehát ha van hosszú befektetési időtávod, akkor az lenne a cél, hogy kinyerd a részvénypiac kockázati prémiumát a lehető legalacsonyabb költségek mellett. Nézd meg a, a, a magyar befektetési alapokat, részvényalapoknak az átlagos éves költsége 1,9 környékén van. Ez kigazdálkodhatatlan, hogyha egy, egy hosszú távú portfólióról beszélünk. és ezzel szemben a felmisz a justetf.com-ra, Ott a legolcsóbb ETF alapoknak 1-2%-a az éves alapkezelési díja. Ez most csak egy kiragadott példa, hogy lássátok, hogy milyen hozamkülönbség, milyen költségkülönbségek vannak. Tehát törekedni kell arra, hogy lehető legolcsóbban fektes be. Erre valószínűleg az ETF alap az egyik legalkalmasabb. És itt is az ETF alapoknál törekedj arra, hogy a, a portfólió kialakításnál fizikai formában alakítsák ki a portfóliót. Léteznek szintetikus ETF alapok, létezik a, az úgynevezett optimalizált zempling típus. Ezek kerülendők, és az alapkezeli tájékoztatóban full physical, ezt a kifejezést kellene találni, ez a legjobb megoldás, mert akkor az alapkezelő tényleg megveszi a, a mögötte a, az indexben levő részvényeket. És azt is látnotok kell, hogy ha, ha az ETF alapokban gondolkodunk, akkor az MSCI index család vannak nagyon jó olyan indexek, amit nagyon sok alapkezelő követ, ez az MSCI egyébként, és ezzel ki lehet alakítani akár olyan portfóliót, ami lefedi a teljes globális részvénypiacot. De amit látni kell, a részvények tartása hosszú távon is kockázatos, és amikor találkozok, és nagyon sokszor megkeresnek a hallgatók, meg belefutók szakértőknek, a más szakértőknek az előadásaiba, videóiba, mindig az amerikai részvénypiacot emelik ki. Legtöbbször Jeremy Siegel professzor Stockford the Long Run című könyvéből származó adatokat mutatják meg, amin az látszik, hogy itt is láthatjátok, hogy az amerikai részvényekben egy dollárból 700 ezer dollár lett, aztán a kötvényeken csak egy dollárból 1700 dollárunk lett. Azóta már, amióta ez a könyv megjelent, 18-2019-ben megjelentek ezzel kapcsolatban a kutatások, Jeremy Siga professzor téves adatok alapján dolgozott, és a kötvényekkel, meg a hozamát alul becsülte. És 1900-as évekig a részvénykötvény, egészen az 1920-as évekig a részvénykötvény fejfej mellett haladt. Tehát voltak időszak, amikor a kötvények évtizedeken keresztül felül teljesítették az amerikai piacon is a, 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 a részvényeket. Tehát ha csak az amerikai piacra alapozod a döntéseidet, akkor ezzel elköveted a túlélési torzítás hibáját. Most ebben nem akarok részletesen belemenni, hogy ez mit akar, érdemes utána olvasnotok. De az, az lenne ennek a lényege, hogy ha felmérnénk a kockázatot, és mutatok nektek egy másik vizsgálatot, és itt kb. 40 országot láthattok, itt látszik, hogy milyen adatokkal dolgoztak 1800-as évektől bizonyos tőzsdék esetében. Az összes országot, ha megnézzük, és, és végig szimuláljuk, hogy befektettünk különböző időpontokban, mondjuk az szerűen, akkor milyen valószínűségek mellett lett negatív és pozitív a, a reál hozamunk, tehát az inflációval korrigált hozamunk, annak függvényében, hogy hogy mennyi ideig tartottuk a befektetést. És láthatjátok, a, 10 éves időszakon 21% a valószínűsége a negatív reálhozamnak, vagyis a múltbeli adatokon ilyen gyakran fordult elő, 20 éves időtávon ez 15% volt, 30 éves időtávon 10, az esetek 12%-ában negatív lett a reálhozamod a tőzsdeindexbe történő befektetéssel. Hogy ez sok vagy kevés, döntse mindenki magának, ez a, ezek a tényadatok. Tehát Ezeket felhasználhatod a döntésed során, hogy, hogy felmérd a kockázatait a, a, a részvénypiacnak. És az amerikai piacon egyébként azzal a nézettel találkozhatsz, azok, legalábbis azok a szakértők, a kifejezetten amerikai sikerkönyvekből kiindulva, hogy ugye az amerikai részvénypiacon, ha hasonlóképpen befektettél, 20-30 éves időtávon nem veszíthettél, a pozitív lett a reálhozamod. Ez igaz. Csak ezt tegyük hozzá azt, hogy Peter Bensteinnek van egy nagyon jó anyaga ezzel kapcsolatban. Itt a, 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 a források között én felsoroltam, hogy mi számít, melyik a kockázati prémiumnál mi a normális. És ebben ő nagyon jól levezeti azt, és most nincs időnk erre, hogy erre kitérjek, hogy az amerikai részvénypiacon ez a magasabb kockázati prémium, ez az 5 tehát évente 5 ponttal felülteljesítette a részvénypiac kötvényeket, ez négy történelmi balesetnek a következménye. Ha ezek a jövőben be fognak következni így, akkor, akkor hasonlóan magas kockázati prémiumokra számíthatunk. De hogyha ezek nem következtek volna be, akkor a kockázati prémium lényegesen alacsonyabb lett volna. Látható, hogy 2,4 ponttal számol Peter Bernsteinnek a, a, a vizsgálatai. Tehát ez lenne a túlélési torzítás, ne egyetlen egy piacból vonjunk le következtetést, hanem az összesből. És hogyha felmérted a kockázatokat, van megoldás a kockázat csökkentésére és talán az egyik legjobb eszköz, hogy nem csak részvényekben gondolkodunk, hanem mellé kötvényeket is veszünk, főleg a széfevőn kötvények ugye képesek kompenzálni a, a, részvény tartásnak a, kockázatait, de itt mindig felmerül az a kérdés, hogy mennyi részvényt, mennyi részvényt és mennyi kötvényt vásároljunk. És ezzel kapcsolatban több módszer is létezik, de létezik a 100-100 életkor szabály, tehát hogyha a 100-ből levonod az életkorod, akkor annyi részvény legyen a portfóliódban, például a 30 éves, vagy akkor 100-ből 30-70 százalékban részvényeid legyenek, 30 százalékban kötvényed. A 100 mínusz életkor szabály mellett vannak olyan szimulációk is, amik mutatják azt, hogy különböző portfólióknál milyen kockázatok és milyen hozamok merülnek fel. Erre léteznek nagyon jó programok, a portfoliovisualizer.com-on is van egy ilyen, és hatékonysági határgörbe, Harry Markovic nevéhez egyébként Nobel-díjjal jutalmazott közgazdásról van szó. Ez a gyakorlatban egy használható dolog, Efficient Frontier-nek nevezik, Efficient Frontier kalkulátor Portfolio visualizer -en. Ez nagyon jó meg tudja azt mutatni, hogy, hogy hogyan kellene, vagy mekkora legyen a a, a, a portfóliónkban a részvénykötvény különböző kockázatok esetében. Na de aki szeretne ennél sokkal egyszerűbb megközelítést, én annak azt tudom javasolni, hogy annyi részvényt tarts egy ilyen hosszútávú távú portfólióban, amennyit a legdurvább medvepiacon is tartanál. És a legdurvább medvepiacokon akár 40-50-60 százalékos visszaesésekre is sor kerülhet. Mutatok erre valahol, van nekem itt egy, egy grafikonom, ez a az amerikai részvénypiacon két adatsorunk van. Az egyik esetben azt láthatod, hogy milyen részvénypiaci visszaesések voltak a különböző recessziókkal járó válságok időszakában, mennyi ideig tartott. Ez ugye átlagosan mondhatjuk azt 40% visszaesés, és 12 hónapig tartó medvepiacokról beszélhetünk. És itt a másik oldalon láthatod azokat a medvepiacokat, amikor ugye a tőzsdén csökkenő trend alakult ki, de de nem, de nem fordult a gazdaság recesszióba. Tehát ezek a kisebb mértékű visszaesések is itt vannak. Tehát ezt mérlegelni célszerű, és ez alapján dönteni arról, hogy mennyi részvényed, mennyi kötvényed legyen a, a portfólióban. Néhány dolog még a, azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokszor hallom ezt a véleményt, hogy a részvénypiac mindig felülteljesíti az inflációt, a részvénypiac mindig felülteljesíti a kötvényeket. Most is kaptam ilyen hírlevelet, nem akarom megmondani, egyik gazdasági újság küldte a, 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 a prémium állampapíra kapcsolatos hír, és akkor odaírták még alulra hogy a, a, hogy ez bár magas hozam, de a részvénypiac mindig felül az inflációt, vagy ez volt a legjobb befektetés az elmúlt száz évben, és a többi. Ez, ez igaz, ha neked van száz éves befektetési időtávod. Ha van 100 vagy 150 éves befektetési időtávod, akkor tedd a pénzedet teljes mértékben százalékban részvényekbe, és a nagyon erős bizonyítékok vannak arra, hogy ki tudod nyerni a részvénypiac kockázati prémiumát. Fundamentális okai vannak. De a legtöbb befektetőnek nincs száz éves befektetési időtávja. És mutatok néhány ilyen helyzetet. Negatív kockázati prémiumok azt jelenti, hogy ezekben az időszakokban jobb döntés volt kötvényekbe fektetni a pénzedet, mint részvényekbe. 10-20 éves időszakokat látsz ezekben a listákban. Tehát a múltban számtalan olyan alkalom volt, amikor jobb döntés volt kötvényben tartani a pénzedet, mint részvényekben. És itt láthatsz olyan további adatokat, számtalan olyan esetet, 10-20 éves időtávokat, amikor a részvénypiac nem hozott pozitív ráhozamot, Nem tudtad az inflációt megverni a részvénypiaccal. Nem egy évig, nem két évig, hanem 10-20-30 éves időtávokon. Nagyon sok ilyen példa létezik. Tehát ezeket az adatokat is figyelembe véve kellene dönteni a passzív befektetésről. És a kérdés ilyenkor az szokott egyébként lenni, hogy mitől függ az, hogy egyes időszakokban a részvénypiacokon 15%-os hozamok vannak évente, máskor meg 2%-ok, 3%-ok. És erre van egy, egy, nagyon jó összefüggésünk, amit én szerintem érdemes használnotok. Ez a Schiller professzor, egyébként megint csak egy Nobel-díjas közgazdászról beszélünk, Schiller-féle ráta vagy képmutatója, amely az értékalapú tényezőt vizsgálja, és pontosan azt a, arra az összefüggésre mutat rá, amit már beszéltem nektek az őring Szildel kapcsolatban, hogy amikor egy tőzsdeindexbe 50 dollárért befektethetünk, és a, a tőzsdeindex mögötti társaságok 10 nyereséget, 10 dollár nyereséget tudnak termelni, akkor ez egy nagyon jó szituáció, hiszen 5 év alatt megtérülne a, a, a befektetésünk és a képmutató pontosan ezt vizsgálja, azaz megnézi azt, hogy az elmúlt tíz évben mekkora átlagnyerességet tudtak kitermelni a tőzsdei társaságok, ezt összeveti a részvény árával, és amit itt látsz értéket, a képmutató érték, az azt mutatja, hogy mennyi idő alatt fog megtérülni a befektetésed. Ez egy régebbi eset az amerikai piacon, akkor a az amerikai részvénypiacnak a két mutatója 28 volt. Ez azt jelenti, hogy 28 év alatt térül meg az elmúlt 10 év nyereségével a befektetésed, vagy mondhatnám azt is, hogy az elmúlt 10 év átlag a 28 szorosát kell fizetned. Ha ennek a reciprokát veszed, tehát 1 per 28, ami körülbelül 3 százalék, ez lesz a belső megtérülés, ez az earnings És most azt láthatjátok ezen a grafikonon, hogy amikor érték alapon olcsó volt a részvénypiac, és ez az alacsony képmutató érték, itt láthatjátok, akkor ezek a pontok följebb szóródnak a grafikonon, magasabban vannak, és hogyha megnézed az y-tengelyt, ott látszik, hogy az évesített hozamok magasabbak. Tehát amikor a pontok magasabban voltak, akkor a részvénypiacon az évesített hozamok 10-20% között voltak. Amikor a pontok alacsonyabban vannak, akkor az évesített hozamok alacsonyabbak. Tehát azt lehetne mondani, hogy a magas képérték részvénypiac szempontjából egy kedvezőtlen helyzet, jövőbeni hozam szempontjából, az alacsonyabb képérték egy kedvezőbb helyzet. És ahogy láthatjátok, egyébként a lineáris regresszióval vizsgálva a korrelációs együttható 54 százalék. Mondjuk azt, hogy 50-60 százalék között van. Tehát megint csak eljutottunk oda, hogy találtunk egy olyan összefüggést, ami magas megbízhatóságú, azaz a kép mostani értéke és a, a, következő tíz év évesített hozama között negatív a kapcsolat, ennek a erőssége 54 százalék. Most különböző országok esetében, tehát Schiller professzor egyébként nem csak az amerikai, hanem más országok esetében is ezt megvizsgálta. Mit lehet tenni? Nem tudom, vagy nem mutatom be a képrátákat, mert nem szeretnék elmenni ebbe a befektetési elemzés irányába de itt a hivatkozások alatt is kinagyítom nektek, itt van a berkeley az oldala, ha ezt beütitek, akkor meg fogjátok találni különböző országoknak a képmutatóit. Vannak olcsó országok, drága országok, és hogyha, ha drága a részvénypiac, akkor érdemes alul súlyozni. És hogyha olcsó a részvénypiac, azok azok az időszakok, amikor felül kell súlyozni. Tehát egy hosszú távú befektetőnek ezt kellene vizsgálnia és a, a most már az, meg is beszéltük a hosszú távú szempontokat, a térjünk át a rövidebb időtávra. A, a rövidebb időtáv jellemzően az az egy-két évet jelenti, és itt már sokkal nagyobb a, a, a választék, meg a, a sokkal nagyobb a, a lehetőség. Ami szerintem nagyon fontos rövid időtávon, a befektetői hangulat, és ez ugye a hasznos indikátorok körében szerepelt is, mindjárt megmutatom nektek, tehát volt erre vonatkozóan egy-két adatom itt. A befektetői hangulat egy, 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 hasznos jelzés lehet a rövid távon kereskedők számára. Most a témával kapcsolatban az átlagbefektető és a szakértők befektetői hangulata, a közgazdászok befektetői hangulatára, és inkább azt lehet mondani, hogy A befektetői hangulat és a jövőbeni hozam között negatív a kapcsolat. Tehát, amikor optimisták a, a, a piaci szereplők, akkor a következő hat hónap átlaghozamai alacsonyabbak. Amikor pessimisták a piaci szereplők, akkor a következő hat hónapnak a, az átlaghozamai magasabbak. Ugye átlaghozamról beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden esetben ez történik, hanem sok esetnek az átlagában ezt figyelhetjük meg. Itt van például egy korábbi vizsgálat az Investor Intelligence nevű befektetői hangulat indexről, ezt Jeremy Szigel professzor egyik könyvéből fotóztam ki Most ez egy régebbi vizsgálat, mert látjátok, 97-ig dolgozta fel az adatokat, de ma is létezik az Investor Intelligence, amerikai hírlevélszolgáltatók, meg szakértőknek a jelzéseit követi, és abból állapítja meg a befektetői hangulatot. És már annak idején ugye ebben a vizsgálatban is kiderült az, hogyha nagyon optimisták a, a, a szakértők, és ez a szentimentben 08-1 közötti jelentene, láthatjátok, hogy alapvetően ritkán fordul elő az összes eset 6%-ában, de jól mutatható, hogy három hónap, 6 hónap, 9 és 12 hónapon alacsonyak az átlaghozamok ha sok esetben, és az életet, során lesz sok-sok ilyen eset, amikor, amikor a szakértők optimizmusa mellett fektetsz be, akkor valószínűleg a következő három-hat hónapokban alacsonyabb hozamaid lesznek. Ennek a másik eset fordítottja, amikor azokat az időszakat nézzük, amikor a szakértők rendkívül pessimisták, tehát 0-2-0-4 közötti a, 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 a hangulat, és ez az összes esetnek ugye 12%-a, és itt a legmagasabb, ha megnézitek a, az átlaghozam. Tehát befektetés szempontjából azok az ideális pontok, tőzsdeindexbe történő befektetésről beszélünk, azt azért ne felejtsük el, amikor pessimista a piac. Ez az Investor Intelligence-re vonatkozik ez a vizsgálat. Létezik egy másik, az AII ez az AAIII, Investor Sentiment, ami heti szinten teszi ezt közzé. Nekik erre is van egy tanulmány, ebbe is ugyanezt figyelhető meg. Amikor optimizmus van, akkor az átlaghozamok a következő hat hónapban alacsonyabbak. A történelmi átlagot kell nézni, ezt itt láthatjátok a Historical Average alatt, és aztán az újabb és újabb hetekben átlag fölötti az optimizmus, ezt kellene igazából itt vizsgálni. És van még egy nagyon jó ilyen, indikátora, a CNN-nek a rákerestek Fear and Greed CNN, szerintem meg fogjátok találni, 6-7-8 ilyen piaci hangulat mutatót sűrít egybe, és az alapján mondja meg azt, hogy extrém optimizmus van, vagy extrém félelem van a, a piacon, tehát ez a két állás állapota van. Tehát rövidebb időtávon a, a befektetői hangulat egy ilyen irányadó lehet, azon túl, hogy te most kiválasztasz különböző technikai jelekkel, vagy, vagy, vagy valamilyen fundamentális okokra, vagy esetleg egy sztorira alapozva kiválasztasz egy befektetést, de ez egy irányadó lehet abban, hogy, hogy mi, mi, mi várható a következő időszakban. Ezt, az egy, ezt kellene szerintem mérlegelni. A másik dolog, hogy nagyon sok népszerű részénnyel találkozunk, és én azt gondolom, hogy a hallgatóság is találkozik ezekkel elemzői, elemzők értékelnek, újságírók írnak részvényekről. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a népszerűségnek a részvénypiacon egy nagyon sajátos átka van, ez az alacsony jövőbeni hozam. Tehát amivel mondhatni ezt, ha, ha, csapból is ez folyik, akkor sajnos ott valami gond van. És ezt, ezt az összefüggést egyébként úgy nevezzük, hogy veljük lemúr anomália. És ez kimutatható, itt láthatjátok, 68-tól 80-as évektől, de egyébként 1926-tól is ki lehet ezt mutatni az Egyesült Államok részvénypiacain. Azok a részvények, amelyek népszerűek, ez a GLEMUR, befektetők elemzők körében népszerűek, azoknak a következő 5 évi évesített hozama alacsonyabb. Azoknak a részvények, amelyek unalmasak, kevesebb befektető figyel rájuk az értékalapú, értéka olcsók, azok a részvények, azoknak a részvényeknek a, a jövőbeni hozama magasabb. Ez az egyik a, a Weyuglemur anomália, ami azt mutatja, hogy a népszerű részvényekkel óvatosan kell bánnunk. És ez a, a, a jelenlegi helyzetre is igaz, hiszen most is vannak storik, és most is vannak népszerű részvények, amelyek körül nagy a hype. Na most ez rövid távon, a, majd mindjárt beszélünk, még egy fontos ilyen erőhatásról, ez a momentum lesz, amit, amit érdemes lehet kihasználni. De ha egy, ezen túllépünk, és egy egyéves időtávon túl gondolkodunk, akkor ott már bejöhet a, a vejüglemur anomália. Aztán azt is tudnotok kell, hogy azok a részvények, amelyek az elemzők körében a legnépszerűbbek, azokkal kapcsolatban az a megfigyelés, hogy alacsonyabb a, a jövőbeni hozamuk. Itt láthattak erre egy példát. Ez 1996-ban fedezték fel ezt az összefüggést, de 2010 valamikor felülvizsgálták, és akkor is meg tuddák, ki tudták ezt mutatni. Az LLTG azok a részvényeknek a jövőbeni hozamát mutatja, amelyekkel kapcsolatban az elemzők a leginkább pessimisták. A HLTG azokat a részvényeket mutatja, a részvények 10%-áról beszélünk, összes részvény amelyekkel kapcsolatban az elemzők leginkább optimisták. 3%-15%. Ez egy újabb bizonyíték annak, hogy a népszerű részvényekkel kapcsolatban problémák lehetnek. A következő, a tömeg bölcsessége egy, egy olyan elv, amely azt mutatná, vagy azt mondja az élet számos területén igaz, hogy ha az emberek összefognak, akkor egy probléma megoldásában jobbak. És a témával kapcsolatban, a tömegbölcsessége témakörben nagyon sok vizsgálat történt, hogy igaz-e ez a részvénypiacon. és Megnézték a, a, a gazdasági közösségi médiát, és arra figyeltek fel, hogy azokban a, a fórumokban, amelyek, amelyek a legnépszerűbbek lettek, és a, a legtöbb konverzió zajlott egy részvényel kapcsolatban, tehát népszerűvé vált egy részvény, és elérte bekerült a legnépszerűbb topikok körében, részvény, részvények köréből, ott a következő időszakban negatív, abnormális hozamokat lehetett kimutatni. Tehát a népszerűségnek egy sajátosságát láthatjátok viszonylag rövid időtávon egyébként. Tehát hogyha valami nagyon-nagyon népszerű, akkor sajnos számolni kell az, hogy a következő időszakban alacsony lesz a, a, a hozama. Na de van két három olyan tényező, amit még ez azért tegyünk hozzá. Az egyik dolog, amire oda kellene figyelni, a momentum hatás. Ez egy nagyon-nagyon jól használható elv, és ez egyébként 1993 óta létező dolog. Köszönhető ez Sheridan Titmannak és Narasimo akik ezeket a vizsgálatokat elvégezték. És érte -e, őket olyan vád a Momentummal kapcsolatban egyébként, hogy csak azon az adatsoron működik, amin ők ezt, ezt, vizsgálták, de azóta eltelt több, több tucat, több száz ilyen vizsgálat, a kézzel összegyűjtött 1800-as évekbeli tőzsdei adatokon is ki tudták mutatni, ki tudták mutatni a legújabb adatokon, ki lehet mutatni a momentumot a kriptopiacon. Ennek az a lényege, hogy a közelmúltbeli nyertesek a közeljövőben is nyertesek lesznek. A közelmúlt egy 12 hónap, a közeljövő egy 12 hónap. És Bizonyos fokig tehát a, a, a közelmúlt megjósolja a közeljövőt ha tehát rövid távon gondolkodunk, akkor nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy a vesztesek és a sokat esett árfolyamú részvényeket keressük, hanem azokat kell keresni, amelyeket veszik a befektetők, és amelyekben megvan ez a momentum. És ezt sztoritól függetlenül kell nézni. Ugyanis a, a, a nagyon sokszor beszélek erről egyébként hallgatóknak, hogy a sztorikkal az a probléma, hogy népszerűek ezek a sztorik, de a sztorikból gyakorlatilag vizsgálatok azt mutatják, hogy nem sokan tudnak pénzt csinálni. Legalábbis alapkezelőknek nem sikerül. A speciális LTF alapoknak, a, amik ilyen sztorikra fókuszálnak, fele akkora az átlaghozama. Itt láthatod a tőzsdeindexel elérhető hozam átlagos a havonta 0,44 százalék. A sztorikra fókuszáló LTF alapoknak 0,2. És a témával kapcsolatban volt egy, egy részletesebb vizsgálat. Itt láthatjátok ezeket a sztorikat, amiket megvizsgáltak. VR, drónok, zöld technológia, okosvárosok, robotika, kiberbiztonság és sok más ilyen sztori. És arra jutottak, hogy a hozam, ami keletkezett ezekben a, a sztorikban, az nem azért keletkezett, mert megtaláltunk egy jó sztorit hanem a keletkezett hozamra magyarázatot adnak az általunk ismert, mai napon ismert tényezők, a, a részvénypiaci hozamokkal összefüggő tényezők magyarázatot adnak. Például azért keletkezett a hozam, mert értékalapon olcsó volt. Azért keletkezett a hozam, mert, kis, mert ez az értékalapon olcsó, ez a veljű tényező. Azért keletkezett a hozam, mert egy, egy kisebb, small cap társaság volt, és a a kisebb, alacsony piaci kapitalizációjú társaságok jövőbeni hozama magasabb, ez a SIZE-premium. Azért keletkezett a hozam egy része, mert jövedelmezőek voltak a társaságok, ez a jövedelmezőségi prémium. Azért keletkezett a hozam egy része, mert a momentum kimutatható volt. Tehát nem a sztori önmagában, ha te fókuszálsz ezekre a tényezőkre, a, a azokra a, tőzsdei jövő, a részvények jövőbeni hozamával összefüggő tényezőkre, akkor te ugyanígy megtalálod, és ugyanígy ki tudod nyerni ezt a hozamot, és nem a sztorira kell fókuszálni. Ez lenne egyébként a, a momentumnak a lényege, azaz vizsgáld a sztorikat, de csak azokkal foglalkozz, amelyikben van momentum, és csak addig, ameddig van momentum benne. Ez a megközelítés véleményem szerint a mai sztoriknál ugyanígy alkalmazható, de azt látnotok kell, hogy itt azért nem tőzsdeindexeket vásárolunk, hanem egyedi részvényeket, sokszor sokkal kisebb elemszámú portfóliókat, amelyek meglehetősen kockázatosak. Tehát amíg arról beszéltünk, és azt mondtam nektek, hogy a részvénypiac kockázati prémiumát kell kinyerni egy tőzsdeindexsel, addig a jó kockázat területén voltunk. Azaz vannak bizonyítékaink arra, hogy kockáztatsz, és nagy valószínűséggel egy kompenzációt kapsz ezért. De onnantól kezdve, hogy te elkezdesz egyedi részvényeket kiválogatni hasraütésszerűen, kockázatkezelés nélkül, reménykedve, hogy majd felmegy az ára, meg jó sztorit írtak róla, onnantól kezdve a rossz kockázat oldalán állsz, azaz kockáztatsz, de cserébe nem kapsz semmit. Mert el kell azt fogadnotok, hogy amíg kimutatható az, hogy a részvénypiac kockázati prémiuma pozitív, addig a részvények többségének a kockázati prémiuma nulla vagy negatív. És most itt, itt láthatjátok azt az amerikai vizsgálat, Henrik besson köszönhető egyébként, ez az átfogó vizsgálat, a, a, amit megerősítettek 57 ország, tehát 57 másik ország részvénypiacán is megerősítették ezeket és itt láthatod azt, hogy egy-egy részvény kiválasztásával mekkora valószínűsége van annak, hogy elveszíted a tőkét, hogy a kötvénypiacnál rosszabb hozamod lesz, hogy a tőzsdeindexnél elérhető alacsonyabb hozamod lesz. Tehát látni kell azt, hogy az egyedi részvényekkel a betörténő befektetés nagy kockázattal jár, és ezért van az, hogy akár legyen az momentum, vagy bármiféle sztori, amiben beszeretné fektetni, a kockázatkezelés szem előtt kell tartani. És ugye ez rövid távon a kézenfekvő megoldás a stop megbízás. Én ezt tudnám javasolni nektek. A, a, akár a momentum esetében, ugye a momentumnál létezik az úgynevezett momentum crash-események, amikor a momentum nem működik. Tehát pontosan a fordítottja történik a, a nyertesekből, vesztesek lesznek. És az ilyen momentum crash az események nagyon jó kivéthetők stop megbízásokkal. Vannak erre vizsgálatok, hogy akár már egy, egy, fixen 10 vagy 15 százalékba beállított stop, tehát nem kell ennek a technikai elemzés támasz szintjeinél lenni, nem kell ennek kerek számon lenni, mozgó átlag alatt lenni, hanem egy, egy, egy fix stoppal is egyébként hatékony stratégiát lehet kialakítani. Nyilván lehet, hogy Mozgó átlagokkal, lehet, hogy számokkal is ez működik. Főleg olyan piacokon működhet szerintem, ahol, ahol sokkal nagyobb a, a tapasztalatlan befektetők. Tehát inkább a, a fejlődő országok piacán azt mutatják a vizsgálatok, hogy sokkal jobban működnek a, a technikai elemzés jelei, a mozgó átlagok. Egész egyszerűen azért, mert több befektető alkalmazza ezeket a módszereket, és így viszonyítási pont lesz, viszonyítási pontok lesznek ezek a, a pontok. Tehát ezek is jók lehetnek egyébként stop megbízásokra. A másik, hogyha viszont mi nem néhány hónapban gondolkodunk, hanem akár egy-két évben, ott pedig inkább az érték alapú befektetők által használt margin, of safety koncepciót kellene alkalmazni. Tehát legyen egy biztonsági tartalék. Ugye a Warren Buffett szavaival élve, hogyha van egy, 10 tonnás teherbírású hidad előttünk, akkor nem mész át rajta 9,5 tonnás kamionnal, mert sose lehet tudni. Na most ez azt jelenteni, hogyha eh, kiszámolod, hogy a, a értékalapú tényezők alapján szerinted ez a, a, a részvény, mondok egy hasonlítésszerű számot, 50 dollárt ér, és eh, most ezt a részvény 40 dollárért lehet megvenni, akkor itt ugye a te általában kiszámolt érték és a, a, vás, a, meg, a bekerülési ár között 10 dollár a, a különbség. Na mi van akkor a tévedtél? És ez a, ez a részvény valójában nem 50 dollárt ér, hanem csak 40-et. Már is eltűnt a, a, a biztonsági tartalékot. Tehát a Margin of Safety-nek az a lényege, hogyha egy részvény 50 dollárt ér szerinted, akkor ha most a piacon 40 dollárba kerül, neved meg. Mert nagyon közel van a kettő egymáshoz. Majd akkor kell ezt megvenni, amikor 25 dollár lesz ez a részvény, és 50 dollárt fog érni, mert ha tévedtél, és ez nem 50 dollárt ér a részvény, hanem csak 30-at, még akkor is a, a vételárad alacsonyabban van, mint amennyit ér ez a, a, a részvény. Leegyszerűsítve ez a Margin of Safety, amit inkább az érték alapú befektetők alkalmaznak. Tehát ezekkel a, a, a gondolatokkal, itt most megállnék a, a rövid távú befektetésben. Nagyrészt elmondtam azt, amit szerettem volna, viszont láttam itt, hogy alapvetően nagyon sok kérdés van. Most ezt át, átnézem, és megbeszéljük őket. Eh, illetve illetve itt van a lehetősége annak, hogyha ha felmerült volna a kérdés az előadással, az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor akkor írjátok meg nekem, és ezeket is most meg fogjuk beszélni. És akkor közben én elkezdem nézni jó, a kérdéseket. Látok itt egyet, Józseftől jött, hogy az azt mondott, hogy a dollár a jövőben a jelenlegi szint körül ingadozik. Tigesek szerint nem mondtam ezt az előadás során, nem gondolnám. Az a probléma, hogy nem csak a Hát rövid távon nagyon sok minden hat a dollárnak a, az árfolyamára, és az, hogy most a hosszútávú gazdasági kilátásokból mit várunk, az egy dolog, meg az is, hogy rövid távon mi fog történni. Szerintem ha most ezt ilyen rövid távon meg kellene mondani, hogy mi lesz a dollárral fél egyéves időszakon, akkor ez ilyen hasrajtésszerű tippelgetés lenne, tehát nem tudnám ezt megmondani nektek. Jó, akkor megyek tovább. Azt mondtam. Igen, a cset sajnos nem nyilvános, ezt valaki megjegyezte, de az a probléma, hogy nem tudom, hogyan kellene nyilvánossá tenni. De végig melyek és minden kérdésre válaszolok. Jó, jött egy olyan kérdés. Az EKB és a FED és a kamatemelés folytatásáról beszélt mostanában. Hosszabb távon euróban, forintban vagy dollárban érdemes tartani a megtakarításunkat? Azért kérdezem, mert 400 fölött vettem eurót, és van sok német részvényem, ami pluszban van, nagy nyerővel, de az euró árfolyamától tartok, eladáson gondolkodok, már felét eladtam. Azt kellene látni szerintem itt, hogy alapvetően hosszabb távon euróban, forintban vagy dollárban érdemes tartani a megtakarításunkat. Kérdés az a válasz, hogy hosszú távon eurót dollárt és forintot kell tartani. Tehát mindenképpen kell devizát tartani azért, hogy diverzifikált legyen a portfóliód. Tehát ha megvan ez az alap, hogy van már euród meg dollárod, nyilván forintod biztosan lesz egyébként mellette, akkor itt van még egy dolog, amit mérlegelni kell. És szoktam ilyen hallgatói kérdéseket, meg megkereséseket kapni, hogy hát rendben van, azért szeretnék dollárt, meg azért szeretnék eurót tartani, azon túl, hogy, hogy diversifikáltam a portfóliómat, azért szeretnék nagyobb részben dollárt meg eurót tartani, mert nézzük meg. Hát emlékszem rá, amikor még 100, dollár, 100 forint volt egy dollár, meg 20 forint volt egy dollár, és a többi jellegű érveléseket kapok, és miután már sokszor kerestetek meg ezzel, utána én csináltam egy szimulációt, hogy rendben van, Nézzük meg azt, hogy mennyi gyengült a, a forint euróval, dollárral szemben, és nézzük meg azt, hogyha forintban tartottad a, a pénzet, és befektetted az akkori állampapírhozamok mellett, akkor ki árt jobban? Az, aki, aki dollárban nagyon alacsony kamatok mellett fektette be a pénzét, vagy az, aki forintban tartotta magasabb kamatok mellett. És nagyon sok olyan esetben, és nem, nem mondom azt, hogy ez mindig igaz, de a múltban rengetegszer volt olyan, hogy hiába gyengült a forint, nem érte meg dollárban, meg euróban tartanod a pénzedet, mert a forinton több volt a kamat. De ez már mondom, túl vagyunk azon, hogy van egy diversifikáció, és már van egyébként dollárod, meg eurót, és azon felüli résznél azt kell mérlegelned, hogy a, a, a kamat, amit kaphatsz, és a forintnak a gyengülése. És a múltban, leszámítva ugye most az elmúlt 2020 előtti időszakban, nem volt olyan drasztikus a forintnak a, a, a gyengülése. Most itt erről sokat lehetne gazdaságpolitikai okokat beszélni, arról beszélni, hogy mi azok ennek, meg mi várható ebben, de szerintem ezt kell nem érlegelned a kamatot. A, a kapott kamatok, és most még azt azért látható, hogy állampapírokkal két évig, és mostantól számítva két évig nagy valószínűséggel magas kamatod lesz, ha infláció követő kötvényekben beszélünk. Fog-e ennyi gyengülni a forint a következő két évben? Ez itt a kérdés, ezt kell eldönteni, és ezt kell megbecsülni. Jó, a következő kérdés. Aranyat vásároltam, 2000 dollár felett, de van Facebook, Tesla, Nvidia, AMD részvényem. A mostani orosz-ukrán fejlemények miatt vagy az aranyat, vagy a részvényeket eladnám, nem kérek tanácsot kicsi félek a háborútól. Hát nem tudom, igazság szerint most tiszteljük az, hogy van a háborúval kapcsolatban egy új fejlemény a hétvégén, ennek hatásai megjósolhatatlanok, de azért azt kellene látni, hogy a, rész, a részvények szempontjából én inkább azt mondanám, hogy a hangulatot kell megnézni, most egy, egy, egy napos részvénypiac, vagy egy-két napos részvénypiac visszaesés alapvetően nem, biztos, hogy változtatja, megváltoztatja a döntésünket. A hangulatot kell, az értékeltségét kell ezeknek a részvényeknek megnézni. Ha megvetted, valószínűleg van valahol egy, egy kockázatkezelés, egy, egy, egy stop megbízás, ennek a szükségessége fontos szerintem. És nem feltétlenül egyetlen egy esemény változtat azon, hogy mi fog történni a részvények, a technológiai részvények az aranypiacán, az itt, itt sok minden mást is figyelembe kell venni. Miért emelkednek a bankrészvények az OTP magas kamatkörnyezetben? Ugye előzetesen azt láthattuk, hogy jelentősen csökkent az OTP ára, tehát a tavalyi évben jelentős visszaesést követhettünk végig. Ennek, ennek, annak, hogy az OTP-ben vagy bármilyen más részén van egy, egy emelkedés, mondhatnám azt, hogy tucatnyi okai lehetnek. Azt gondolom, nem ez a lényeg. Ha, ha rövid távon gondolkodunk és rövid távon kereskedünk, akkor, akkor ott azt kellene nézni, hogy, hogy a, a saját rendszerünk szerint most úgy gondoljuk, hogy érdemes -e vásárolni, akkor vásároltunk, lehet, legyen -e ez egy kockázatkezelés hozzárendelve. Hosszabb távon már megtérülési kérdéseket kellene vizsgálni, és valóban igaz az, hogy hosszú távon a magasabb kamatkörnyezet negatívan érinti a bankokat, de láthattátok itt a, a, az előbbi ábrán is, amikor mutattam az európai bankoknál, nem minden bankot érint negatívan egyébként. És nyilván a, a gazdasági hatások hosszabb időszak alatt érvényesülhetnek. A következő megint csak Deutsche Bank, Credit Suisse. Olcsón vettem Deutsche Bank és Commerzbank Bank részvényeket. Mi lehet a bankok nyerességével, ha a kamatok tartósan, magasan maradnak a, a, a kamatok, az alapvetően negatívan hat. Tehát a múltbeli vizsgálataink, és meg is mutatom nektek valahol itt, kiemeltem ezt nektek, de alapvetően a magas kamatok negatívan hatnak a bankokra. Tehát nem minden bankra és van kivétel, de önmagában a banki iparák, ha tartósan magas kamatok mellett kell működnie, az alapvetően negatív tényező. Erről, erről itt is beszéltünk, és egyébként ennek nagyon jól utána lehet nézni. Nagyon sok ilyen. Vizsgálat szól erről, tehát a bankok magasabb kamatairól. Ez igazából itt van egész pontosan ezekben az adatokban. Infláció ellen mi volt a legjobb menedék a múltban? Ez megint egy jó kérdés. A, a, a igazság szerint a, a nincs erre abszolút jó válasz, ugyanis azt tapasztalhattuk, hogy bizonyos időszakokban a bizonyos termékek sokkal jobban működtek, tehát nagyon nagy volt ebben a szórás. Tehát nincs egyértelműen olyan. Mondhatnánk azt, hogyha teljesen őszinténk akarunk lenni, hogy rövid távon az infláció elleni nincs tökéletes védekező eszköz. Legalábbis múltbeli adatokon ezt tud lehet kimutatni. Ha rövid távot nézzük, ha hosszabb időtávot vizsgálunk, akkor már. Látható az, hogy az energiaipari részvények, a nyersanyag részvények mutatnak egyfajta pozitív korrelációt az inflációval, de önmagában a részvénypiac is bizonyos esetekben különböző stratégiák is szóba jöhetnek, de rövidebb időtávon nincs az infláció ellen jó menedék, ha csak nem az infláció követő kötvényeket nevezzük meg ennek. Jó. A FED kamatemelések alatt miért a sok amerikai papír? Egyedi okai vannak. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy nap, napon belül mi történik, arra megpróbálhatunk magyarázatot gyártani, és az újságírók ezt meg is teszik utólag, meg van ez magyarázva, de alapvetően fogalmunk sincs arról. Azért emelkedett a, 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 a piac, mert több volt abban a pillanatban a vevő, mint az eladó aztán, hogy miért volt több vevő, meg eladó, ennek okait már lehetne fejtegetni, de, de ezt nem tudhatjuk. Tehát nagyon kiszámíthatatlan az, hogy mi történik a FED kamatemelések alatt. Még akkor is egyébként, hogyha ezt hozzátesszük, hogy létezik a, ez a bizonyos FED nap, tehát magasabb átlaghozamok köthetők a, a, a FED kamat időszakához, tehát ismert ez, a, ez az anomália hogy a, a tőzsdén keletkezett hozamok egy jelentős része ezeken a napokon keletkezik egyébként. Akkor itt van egy olyan kérdés, hogy a mesterséges intelligencia őrületben vagyok teljes tőkével. Szerinted ez Luffy vagy van funda alapja? Nézd meg a, nézd meg a technológiai részvényeknek a, az érték alapú mutatóit. A paper ráta egy, egy nagyon jó megtérlést mutat, hogy mennyi idő alatt lehet térül meg a befektetésed elméletileg. Tudom, hogy szeretik az elemzők a kép helyet, meg a pépere a fóvárt péperet, amiben egy, 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 egy jövőbeni nyereséggel számolnak. Viszont az a probléma, hogy azért lesz alacsonyabb a jövőbeni nyereséggel a, a pépere ráta, mert túlbecsülik az elemzők konzekvensen túlbecsülik a jövőbeni növekedést. Nincsen olyan hogy állandó növekedés, állandó nyereség növekedés, már az is megfigyelet egyébként az adatokon, hogy a legnagyobb nyereség növekedést elérő társaság, tehát az összes társaság 25%-át ha megnézzük, akkor már a következő, a második év a harmadik év, negyedik, ötödik évre itt láthatjátok az adatokon, alapvetően a társaságnak egyre kisebb része kerül bele a legjobban növekvő társaságokba, a nyereségnövekedésben. Ha, ha nézzünk egy nyereségben egy a mutatót, akkor azt láthatod, hogy öt év múlva a le, az eredetileg öt évvel ezelőtt legjobb nyereségnövekedést elérő társaságnak csak a 4%-a csak lesz már a benne a, 20, a legjobb 25%-ban. Tehát az, hogy hol van mind, nagy nyereségnövekedés, az folyamatosan hullámzik a részvénypiacon, és nincsen olyan, hogy éveken keresztül egy iparágon belül tartós növekedés van. Van egyfajta ilyen mean reversion jellege ennek, tehát visszatér a, az átlagos nyereség ütem. E ezt figyelni kell a, szerintem a mesterséges intelligenciánál, az AI-nál is. A, a paper ráták jól mutatják azt, hogy a hosszú távú megtérülések ha csak nem következik be egy ilyen nagy robbanás ebben, akkor mi várható. És azért ezt tegyük hozzá azt, hogy az, hogy a chatgpt nek milyen hatásai lesznek a jövőben, azokra nincsenek bizonyítékok. Vannak nagyon sok ilyen anekdóta arról, hogy mi várható, mi lesz, de ahogy említettem nektek, néhány ilyen kutatást létezik jelen pillanatban, amik egyébként ígéretesek, tehát tényleg hatékonyság növekedést tapasztalhatunk. De nem lehet azt tudni, hogy ez, ez a jövőben mit fog hozni, és hogy ez a. Ne, nem lehet most megmondani azt, hogy ez lufi vagy nem, de majd utólag ezt meg fogjuk tudni állapítani, és meg fogják írni az újságok. Én azt gondolom, hogy az érték alapú tényezőket kellene itt nézni értékeltséget. És azt mondja, van a következő kérdésünk, ha a nagy cégek elbocsátásokat hajtanak végre, az jó lehetőség a hosszabb távú részvényvásárlásra. ezzel kapcsolatban vannak vizsgálatok, amelyekről olvastam, de azok tartalmát már azóta elfelejtettem, úgyhogy ezt a kérdést szerintem ilyen elnapolnám, hogy erre pontos választ tudjak adni. Ez változó egyébként. Tehát sokszor azt tapasztaljuk, hogy amikor elbocsátásokat hajtanak végre a társaságok, akkor ennek pozitív reakciói vannak a részvénypiacon, de ezek nem egyértelmű bizonyíték. Mondhatnám azt, hogy nem tudok erre a kérdésre megalapozott választ adni. Találgatni meg nem szeretnék. Miért esik háborús környezetben az olaj és a gáz? Hát most, hogyha ez attól függ, hogy a háborút hogyan és mit érint, tehát szerintem ez azon is múlik. És azért itt láthattunk arra is példát, hogy emelkedett a háborús környezetben az olaj és a gáz, tehát ez nem törvényszerű, sok más oka is van annak, hogy az olaj vagy a gáz éppen hogyan változik. Mit várok az árstopok eltörlésétől? Azt gondolom, hogy nagy változást ez már nem fog okozni az inflációban ugye augusztusig már nem sok idő van hátra, de olyan jelentős változásokat én nem számítok az ártapok eltörlése, tehát inflációval kapcsolatosan. A magyar munkaerőpiacon miért nincs egyelőre gond? A magyar munkaerőpiacon azért nőtt már a munkanélküliség ráta, de nem lényegesen. Tehát a, magyar, a hazánkban sokkal inkább az infláció, és annak a vásárlóérték, tehát a, a, a fizetések, a kereseteknek a vásárlóérték csökkenése, az csak most kezd el érződni. Tehát előzőleg óriási nagy kiskereskedelmi forgalom növekedés volt, most tudjuk azt mondani, hogy előző évhez képest van 11 néhány százalékos csökkenés a kiskereskedelmi forgalomban. Hogy ez a munkaerőpiacon miért nem látszik, annak több oka is van. Az egyik, hogy borzasztóan lassan kapunk adatokat, tehát a statisztikai hivatal nem olyan napra kész, mint az Egyesült Államokban. Tehát sokkal nagyobb a késés az adatokban. A másik az, hogy igazából most jutottunk el oda, hogy jelentősebb kiskereskedelmi forgalom csökkenés van, ami hat-hat egyébként a, a, a munkaerőpiacra is. Úgyhogy Innentől kellene talán ezt figyelni, hogy milyen hatásai lesznek. De egyébként nőtt a munkanélküliség rá, tehát de még mindig nagyon alacsony, tehát még mindig a, a foglalkoztatottság területén nincsenek problémák Magyarországon. Milyen szektorokat nézzen egy hosszú távú befektető? Sortra készülök, de sajnos ez volt, végigmentem a búrpiacon. Hát, milyen szektorokat nézzen egy hosszú távú befektető? Attól függ. Tehát azt mondanám, hogy az iparági momentumot érdemes figyelni. Most, ha a hosszú táv alatt az egy-két évet nézzük, akkor, akkor inkább azt kellene nézni, hogy melyik azok a szektorok, amelyekben elkezdett a, 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 a befektetők rá és elkezdett a pénz beáramlani. Szerintem akkor ezek, ezek lehetnek azok a, a szektorok, amik, amik figyelhetők. Nem tudok megnevezni, vagy nem szeretnék megnevezni olyan szektorokat. Szerintem, ha a hosszú távban gondolkodunk, akkor akkor önmagában ezt így, hogy most én tíz évre befektetek a mesterséges intelligencia vagy az információ ez szerintem így egy ilyen téves út. Léteznek hosszú távon olyan módszerek, én nem alkalmazom ezeket, a szektorrotáció, aminek pont ez a lényeg, hogy mindig valamilyen szabály szerint, de kiválasztuk szektorokat. Léteznek ennek olyan formái a szektorrotáció stratégiáknak, hogy a gazdasági ciklushoz igazítva, megvan bizonyos gazdasági ciklusokban, mely szektorok teljesítenek jól, azokat vásároljuk. És léteznek olyanok, amelyeket az előbb mondtam, hogy ahol van vevő és megindult az árfolyam, azokba fektet. Mindegyikkel lehetett felül teljesíteni egyébként, vannak erre vizsgálatok, de ez egy nagyon nagy téma egyébként. Ingatlan piacon várok-e korrekciót? Nem tudom. A, alapvetően, ha azt nézzük, az ingatlan piacon mindenhol van korrekció. Tehát a, az Egyesült Államokban van korrekció, Európában van korrekció, valószínűleg Magyarországon is van korrekció, csak nem mutatja ezt ki a, olyan mértékben a, a, a statisztika, mert annyit késnek az adatok. Másrészt pedig azt látni kell, hogy a, a magas kamatok fundamentálisan nehezítik az ingatlanpiaci fejlesztéseket. Tehát ezekkel kapcsolatban nagyon sok olyan fundamentumot mondhatunk, akár a magas kamat, a, ha megnézzük a, a, a bérleti díj és a, a, az ingatlan ár mutatóját, vagy a jövedelmek és az ingatlan ár mutatóját, ezek mind inkább olyan fundamentális tényezők, amik azt mondják, hogy az ingatlanpiacon korrekció várható akár most a újabb a kormányzati intézkedések, a, a csoknak a, a, visszavágása is ebbe az irányba mutathat. Tehát fundamentálisan erre kellene számítani, hogy az ingatlanpiacon, piaconnak egy, nem egy kedvező időszakában vagyunk most. Hogyan érinti a megtakarítási piacot az infláció? Az Egyesült Államokban van egy ilyen tendencia, és szerintem Magyarországon is, hogy a, a pénzügyi tudatosság, és amiért a bankok nem sok mindent tettek, látható ez, hiszen amikor 20%-os inflációról beszélünk, meg 10%-os egybanki alapkamatokról, akkor is 10% alatti betéti kamatokat adnak, adtak a bankok. És Egyesült Államokban is megfigyelhető, hogy el, áramlik a tőke kötvénypiac irányába, és ez szerintem most már Magyarországon is egyértelmű, még akkor is, hogyha kormányzati ráhatással, de de valószínűleg tartom, hogy a, a kötvénypiacon fog, és hát az a cél, hogy a kötvénypiacon csapódjon le egyébként a, a, a lakossági befektetőknek a, a pénze. Hitelbedőlés. Más el most a helyzet, mint 2009 után, akkor ugye a CHF most a magas kamat. Messze vagyunk attól, szerintem. Ha most azt nézzük, hogy a háztartások eladósodottsága jövedelmi viszonyok tekintetében is, ha ezt nézzük, akkor egyáltalán nem összehasonlítható. Tehát kevesebb hitel van a jövedelem viszonyaiban, és ez valószínűleg olyan mértékű krízis nem lesz, mint a svájci frank esetében, meg ez egy sokkal kezelhető helyzet, ha forintban van az adósság. Péperre és egyéb mutatók alapján drága-e a részvénypiac? Aleállottam nektek ott egy linket a berkeley az oldalán, a képrátát meg lehet nézni, nézzétek meg, ha nagyobb értékű képrátákat láttok, azt az meg lehet állapítani igazából, hogy hogy drága. Most itt nyilván az is számít, hogy kinek mi, a, mi, mi számít drágának, de ez alapján kellene elindulnotok. Orosz-ukrán helyzet, a hétfő nyitásra milyen hatást gyakorolhat, nem tudom ezt most aktuálisan megmondani. Bizonyára lesz ennek rövid távon a hatása, de alapvetően ez, ez csak az ilyen DT-t érinti szerintem. Jó, oké. Okay, akkor angol jegybank a várakozásnál nagyobb mértékben emelte a kamatot csütörtökön. A font árfolyama mégis folyamatosan gyengül azóta. Mi az oka ennek? Hát ezt meg lehetne jobban nézni, de, de több oka is lehet ennek igazság szerint. Tehát a külkeres, azért egy devizánra, tehát hogyha most egy devizára gondolunk, akkor Valóban igaz, hogy a kamat egy nagyon erős tényező, hogy, hogy mi történik azzal a devizával. De ott van a külkereskedelmi mérleg, ami most a forint esetében is tavaly ugye nagy problémát okozott. Hogyha egy országnak folyamatosan külföldi devizára van szüksége, mert a külkereskedelmi mérlegben hiány talál, tapasztalható, akkor ez a folyamathatás gyakorolhat rá. A tőkeáramlás különböző okok miatt a, a, a tőke kifele áramlik, ez is okozhatja ezt. Azt gondolom, hogy ezek a folyamatok ilyen tekintetben, ha rövid távú ingadozásokat nézünk, akkor, akkor nehezen megjósolhatok. De amit kellene szenten figyelni, az alapkamat, most akkor ha a dollárral vetjük össze, angol font dollár, akkor alapkamat a, font és a dollár között nő, csökken, az alapkamat különbség, ez egy tényező, a, a külkereskedelmi mérleg, az angol külkereskedelmi, mérleget, a folyófizetési mérleget is érdemes itt ehhez hozzávenni, és önmagában a befektetői hangulat, tehát a technikai jellegű tényezőket is itt vizsgálhatni lehetne. Jó. És év végéig a forint emelkedése várható, vagy a forint erősödés várható. Ha most erre bárki tudna felelősségteljes választ adni, ez egy jó kérdés lenne. Itt igazából tippelgethetnénk, nem szeretnék, nem tudom erre a kérdésre a választ megmondani. Van itt egy másik kérdés, van három Momentum LTF, javasolná-de őket, és fel vannak itt sorolva konkrét termékek. Az a probléma önmagában a Momentum LTF-ekkel, hogy nem. Hogy ezek nagyon szélesen diverzifikáltak, nem, nem feltétlenül fogják tudni kinyerni azt a többlethozamot, amit ki lehetne. Jók lehetnek ezek a momentum LTF-ek, önmagában jók lehetnek a momentum LTF-ek, de nem úgy, hogy az összes pénzünket ebbe tesszük bele, hanem ha van egy szélesen diversifikált portfóliónk, akkor kibővíthető azzal, hogy Momentum LTF-et teszünk bele, vagy Value értékalapú LTF-et. De amit én mondtam nektek itt, hogy megnézni azt, hogy mely szektorokban van Momentum, meg megnézni azt, hogy mely részvényekben van Momentum, abban benne van az, hogy tévedünk, és, és top megbízásra védekezünk. Tehát ez egy, ez egy, másik helyzet. Ezek a Momentum LTF-ek meg szerintem long minus short ügyleteket nyitnak, tehát azokat a, részvényeket, amelyek a nyertesek voltak, mondjuk az teljes részvényük, az 10%-át azokat longolják, amelyek a vesztesek voltak, azokat shortolják, és folyamatosan ezt a portfóliót fenntartják. Ezek így működnek, ezek a, Momentum etf általában long shortban gondolkodnak. Sokszor ezzel az a probléma, hogy a shortnak nagy a költsége, ez csökkenti jelentősen az eredményeket, a nagyrészt nagyon sok ilyen tőzsdei összefüggésnél pedig azt láthatjátok egyébként, hogy a longlábon keletkezik a nyereség nagy része. Tehát ezek azért más elven működnek, amiket itt Péter beemásolt, Momentum LTF-eket, de ez is egy irány lehet. Jó. Európa jövője a jelen helyzetből kiindulva, energiaválság, szankciók, stb. merre mozdul? Azt gondolom, hogy a az európai gazdaságok azért nagyobb kihívás előtt állnak, azért, mert az összes fontosabb ilyen gazdasági területen elveszíti Európa sajnos a jelentőségét. most arra kellene gondolnotok, hogy amikor közösségi médiát használjátok, akkor, akkor a Facebookot használjátok. Ha vásárolni szeretnétek, akkor az Amazonon vásároltok. A PayPal-al fogtok fizetni. Visa vagy Mastercard bankkártyát használtok. Nem, nem, tudtok, nem lehet sok olyan dolgot mondani, ami, ami világszinten, el, világszinten széles körben használt, meg piacvezető, és az Európában van. Erről már nem sok mindent tudunk mondani. Nyilván az autogyártás még lehet, meg a, a gépipar még lehet ez a terület, de de az információ-technológia területén valószínűleg ez egy nagyobb hátrányt jelent más Egyesült Államokkal vagy a, a távol-keleti országokkal kapcsolatban. Én szerintem inkább, ha a jövőben nézzünk, akkor inkább ezek a, a problémák azok, és akkor ez még ugye vegyük hozzá azt, hogy Európában ugye nincsenek nyersanyagok, és a, a jövőben a, a nyersanyagok valószínűleg pont itt a zöld miatt egy ilyen, egy ilyen létfontosságú dolgok lesznek. Nyilván itt a jövőben az itt 10-20-30 éves időtávokról beszélünk, tehát nem a következő néhány évről. A következő néhány évről beszélünk, akkor hát egyelőre az látszik, hogy alapvetően a, az energiaválságban a, a problémák megoldódni látszanak. Egész azért ezt hogy tegyük hozzá, hogy a, a, alapvetően itt nem azért történt mondjuk akkor a, az energiadrágulás, akár a gáz drágulása, mert mert elfogyott a gáz, vagy mert nincs annyi a, a Földben, nem lehet annyit kitermelni. Tehát itt szó se volt erről, ez egy logisztikai probléma volt, nem jutott el ide a gáz. Most ezen a területen rengeteg fejlesztés, fejlődés következett be, és a gáz van a, a Föld mélyén. Na most ugye még ezt tegyük hozzá, azt, hogy a TTF gáztőzsde, amely a, a, az európai gázpiac a megkötött szerződések volumenének a töredékét bonyolította le, de ez adta az árat a teljes európai összes szerződésre, és ez a, ez a de ez egy könnyen manipulálható, nagy tőkével manipulálható piac, és ugye az, euró, a, 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 ugye az európai döntéshozatalnak aztán ez is a része lett valamikor ősszel, hogy a TTF gáz piaca azért szabályozás alá került. Tehát kezelték ezt a helyzetet is, ami elég abszurd volt, hogy egy, egy ilyen nagyon kis piac, egy nagyon kis tőzsde a teljes európai kontinens gázárait meghatározza, és aztán ez ugye manipulálható is egyébként. Tehát rövid távon szerintem az energiaválságnak a, a, a problémái megoldódni látszanak. A, a, a hosszabb távon felmerülhetnek ilyen problémák, amit említettem, hogy elveszíti Európa a iparágokat, mások lehagynak, minket, és nyersanyaggal sincs egyébként Európánk, tehát inkább én ezt látnám problémának. Jó, úgy látom egyébként elfogytak a, a kérdések, úgyhogy nem tudom, hogy van-e valakinek még bármiféle kérdése. Ha nincs, akkor esetleg még Zolit megkérem, hogy nézze át, hát ha hozzá is érkezett valami, de, de ha nincs, akkor lassan elköszönöm. Minden kérdést felolvastál. Szerinten. Köszönjük szépen az előadást. Remélem, hogy mindenki kapott választ. Egy kérdés volt még, hogy fölkerül a YouTube-ra. Föl fog kerülni vagy ma, vagy holnap. Relatíve hosszú feladás, meg ideje, nem tudom, annyi időt vesz igénybe. Remélem, hogy ma este be tudom fejezni de legkésőbb holnap nap, közben meg tudják nézni azok, akik meg szeretnék újra vagy később csatlakoztak. Köszönjük szépen Attilának! És rengeteget tanultunk, legalábbis én, remélem a többiek is, nyugodtan írjatok véleményt gyorsan a chat és akkor reméljük, hogy rendszeresen folytatni tudjuk ezt a sorozatot, a második részét Attilával a jövőben is. Köszönöm szépen Attila, és nektek is a figyelmet. Sziasztok! Én is köszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok és én is elköszönök, sziasztok, kellemes estét!